azért, ha érted, házról házra kell járni, ez nem tudod megcsinálni pár nap alatt. Ja, az hónapok. Egy... De ők bent voltak már egyszer Gázába, de úgy, hogy, házra házra, hogy nem. De pár éve bent voltak Gázába, de nem mentek végig. Meg nem volt ilyen. Tehát volt egy-két izé, meg lelőttek a határon két ember. Oké, és hogy bemész egy utcába, én láttam ilyen videókat, hogy hogy néz az ki, azok a gázai belvárosi, ez borzalmas az egész. Iszonyú tömeg van. Iszonyú tömeg, nagyon magas házak, így dől össze minden, zsinórok össze-vissza, mert hogy az áram ott valahogy elvezetni. Hát figyelj, és azt fogják csinálni szerintem. És hogy állapítják meg, hogy ki a terrorista, és ki nem? Semmi, hát ki fognak mindenkit füstölni, és össze fölbadják áldat, úgyhogy van, azt már nem tovább a következő. De hova? És azok az emberekkel mi lesz? Nem foglalkoznak vele. Ki? Mi ez? Oké, de akkor ez nem 10 000 ember, akkor 2 millió embert fognak onnan kipaterolni Gázából? Az mi? Átmennek Egyiptomba? Mert Egyiptom ezt nem fogja hagyni. Ott fog állni a határon. 48-as függetlenségi háborúba, amikor elfoglalták, ugye, akkor egyszerre megtámadt őket Egyiptom, Jordánia, nem tudom, Libanon, nem tudom, mindenki jött. Nem. És ugye 3 hét alatt visszavertik őket, és elindultak kifelé a jordánok, ott álltak a határon golyószorúval, és jöttek a palesztinok, és lelőtték őket. Akkor ezért nem szeretik a jordánok meg a palesztinok egymást? Mert, megmondom én, mert Jordániában így is él, Jordániában laknak itt a 8 millió, most viszont száma, abból 3,5 palesztin. Uh-huh. Ja, és nem akarják, hogy felboruljon? Nem akarják, hogy felboruljon az arány. Oda nem mennek a palesztinok. Uh-huh. És Libanonba is egy pontig menne, mert Cisziordániából kipaterolták őket, átmentek Libanonba, de ott is ez a Libanon déli részén, már túlsúlyban vannak, és nem akarják, és Libanon keresztény állam volt, és nem akarják, hogy túlsúlyba kerüljön ez az egész. Tehát az, hogy most a Hezbollah meg van tűrve, és most ő visszalődöz egy-két rakétát, de az addig fog tartani, amíg komolyabban nem... Tehát most Izrael fogta magát, átment a határon, előtt 4 Hezbollah-os csávot, az hazament. Tehát ugye onnan ezért vonult ki, onnan az Izraelnek, tehát saját maguk kivonult Libanonból, és nem akarják, hogy a palesztinok tudjanak oda menjenek. Jó, de közben meg nem az van, hogy van egy olyan rész Izraelben, ahol meg a zsidó önkényes telepeket paterolták ki az izraeliek, tehát hogy ott katonai erővel szedték ki onnan, hogy azért nem tudják megvédeni őket Cisziordániában. Az is Cisziordániában volt. Cisziordániában van, tehát ugye Gáza van lent, Cisziordániában van a Kineret, tehát a tó, a názareti tón mellett, ott fönt az a rész, meg Jerikó, meg nem tudom én az a rész, és ugye oda az izraeli telepesek, meg ezek az ortodoxok, azok meg fogják, bemennek oda, és akkor itt, mert ugye az van az Ószövetségben, ahol zsidók laknak a zsidó terület. És ők ennek ezt érzik magukat felhatalmazva, hogy akkor bemennek, ott csinálnak egy kolóniát, és ezért utálja őket az összes többi, mert onnantól kezdve el kell kezdeni védeni őket. Mert különben jönnek palesztinok, és kipaterolják őket, tehát be kell menni a hadseregnek, be kell menni mindennek, és ez egy állandó húzmegeresztés, és ezért volt ma az, hogy a Likud, a baloldali azt mondta, hogy a szélsőjobb nélkül hajlandó benne. Igen, igen, ezt olvastam, hogy itt tartunk, hogy egységkormány. Egységkormány lehet, a szélsőjobbot az kiadják belőle, és emletek miatt, mert ezek a hülyék, még valaki kitalálta, hogy szombaton, mikor lőttek, akkor bementek valahol a palesztin területre, hogy akkor ők most csinálnak itt egy telepet. Ez most? Most. Jézusom. Tehát, hogy... Jaj, kedves hallgatóink, igen, ez volt a nem várt cold open, mert hogy itt vagyunk egy hétfői napon, és 2 napja ismét háborúul Izrael területén. Nem bírtuk ki, hogy ne beszéljünk magunk között erről, mert nagyon, hát nem tudom, tartunk ettől az egésztől, ami ebből kisülhet. De nem ezekkel a témákkal készülünk, kedves hallgatóink. Itt surányban ülünk, négyen az asztal körül. Balra tőlem Zsuzsa. Hello! Jobbra tőlem Bürgi. Sziasztok! És velem szemben, aki így hosszan mesélte az izraeli helyzetet, az pedig Digi. Sziasztok! És egy rendhagyó adással, vagy új formátummal készültünk mára. Nem titkoljuk, hogy azért, mert amit szerettünk volna adás, az nem jött össze, úgyhogy gyorsan rögtönöznünk kellett valami mást, és ez a mostani adásunk, ez úgy épül föl, hogy az ötletünk támad, hogy nézzünk meg néhány régi témát, amit akár röviden, akár hosszan kiveséztünk, mindenki készüljön egy ilyen témával, és abból adjon nekünk egy update-et, hogy na, azzal az izgalmas, hogy több pilis maradt, most mondtam valamit kavicsbánya, nem tudom, hogy ezt valamelyikünk hozzá, mert hogy
fun fact, nem osztottuk meg egymást, hogy ki melyik. De lehet, hogy mind a négyen ugyanazt a témát fogjuk elemezni. Ez simán lehet, igen. Igen. Szóval mondjuk a Pilis, milyen Pilis? Pilis Maroti. Pilis Maroti kavicsbánya, hogy arról lehet update-et adni, és akkor, hogy éppen azzal mi van, nem tudom, hogy valamelyikünk készült. Tehát Digi, te kezded. Sziasztok! Az enyém egy rendhagyó follow-up lesz. Ha hallgattátok, akkor néhány hónappal ezelőtt volt egy Greenpeace-es adásunk a felmelegedéssel kapcsolatban, aminek az volt a lényege, hogy mind meghalunk, hogyha nem teszünk valamit. Mehetünk a csöves bánatba, valami ilyesmi, ugye? Kormányunk az úgy gondolta, hogy akkor tényleg mind meghalunk, és akkor innentől kezdve teljesen mindegy. Ugyanis a kormány a vészhelyzetre hivatkozva módosította azt a fajta környezetvédelmi engedélyét, hogy ezután a környezetvédelmi hatóságnak nem büntethet meg környezetszennyezőket, nem szüntetheti be a tevékenységeit határozattal, hanem szerződést kell kötnie a környezetszennyező céggel. Hogy hívják ezt a szerződést? Vizsgáztatod a Digit? Nem, mert én ezt imádom. Én úgy emlékszem, környezetvédelmi hatósági szerződést kell kötnie a környezetszennyező céggel, amiben az megígéri, hogy beszünteti a környezetszennyező tevékenységet és helyreállítja azt. És innentől kezdve a környezetvédelmi hatóság nem hozhat semmilyen határozatot ellene, hogyha ezt aláírták ezt a szerződést, hogy már pedig te igenis mától ne szennyezd tovább ezt a... ne folytasd ezt a szennyező tevékenységet, mától fizessél ilyen bírságot, és akkor abból én helyrehozom azt, amit te elrontottál, hanem én, mint kínai akkumgyártó gyár, amintán kiengedtem a szennyezett vizet a patakba, akkor azt mondom, bocsánat, én ezt megszüntetem, és szerződjünk egymással, megszüntetem, és innentől kezdve a hatóság semmit nem tehet, hogyha ezt a két fél egymással aláírja. Ami a mai Magyarországon, ahol azért a következetességről eddig se volt egy híres, a jogkövetésről eddig se volt híres ez az ország, hát innentől kezdve aztán én azt gondolom, hogy mindenkinek minden teher lekerült a válláról, nincs bírság, nincs előírási kötelezettség, egy szerződést kötünk, aztán egyszer csak, ha megszűnik a cég, akkor nincs, aki behajtja a szerződésben foglaltakat, és az államra marad mindez. Azért ezt, ha egy kicsit elkezdi mindenki magában tovább gondolni, akkor azért elég elkeserítő tud lenni. Az állam arra hivatkozik, hogy ezt a Dunafair miatt hozta, ezt a lépést, és ez csak a vészhelyzet idején érvényes. Ami már tart, nem tudom, 15 óta, nem? 16 óta. Mi vészhelyzet? A Covid óta nem. A Covid óta van veszélyezet, igaz? Az 4, vagy 3 éve. Igen, de van migrációs veszélyhelyzet is, az meg 8 éve van. Az meg, igen. De nem hiszem, hogy avval kapcsolnál. És van háborús veszélyhelyzet 1 éve. Tehát itt ebben az országban háromféle veszélyhelyzet van egyszerre most kiirdetve. Szerintem az a típusú, én sokkal többet érzek. Az a típusú veszélyhelyzet, ami ugye rendkívüli, nem tudom milyen... Na mindegy, szóval, hogy az megengedi a rendőrnek, hogy ok nélkül megállítson az utcán, az a migrációs veszélyhelyzet óta van. Aha. Tényleg? Igen. Ami viszont... és azt hiszem fél évente vagy havonta felülkem vizsgálják. Mindegyiket fél évente kell. Fél évente felvizsgálják, és mindig újra, és azt csinálják, hogy akkor nem ismerem a pontos szabályt, de a lényeg az, hogy így változtatják, hogy hol és milyen minőségben van veszélyhelyzet, de a lényeg az, hogy egyiket országosan mindig az maradjon. Tehát, hogy kicsit így tekergetik, hogy... Hát innentől kezdve én azt gondolom, hogy ha nekem... én egy autóbontó vagyok, és kiviszem a használt autógumikat a patakpartra, oda lerakom, majd mikor jönnek, hogy megbüntessenek, akkor azt mondom, hogy kössünk egy szerződést, és aztán évekig nem hozom vissza, és semmiféle bírságot, olyan szankciót nem tudok kapni az államtól, hogy ezt én valamennyire is kényszerítve érezzem magam arra, hogy ezt visszacsináljam, amit csináltam, hanem inkább helyette keresek egy kis pénzt, mert az, ha már nincs az udvaromon, akkor az nem foglalja a helyet. Szóval majd megszüntetem a céget, és csinálok egy másikat más néven,
amivel el tudom kezdeni az egészet előről. Tehát én ezt így próbáltam végig futtatni a rendszeren, hát én eléggé elkeserítőnek érzem. És inkább azt gondolom, hogy a másik irányba indítja el ezt az országot, és nem arra, amerre igazából alapból mennie kéne. A WWF, a magyarországi WWF is kiadott ezzel ellen egy közleményt, és úgy tudom, hogy az LMP az alkotmánybírósághoz fordul, hogy az mennyire alkotmányos, vagy mennyire alkotmányellenes, és hogy milyen alapjogokkal ütközik esetleg, ami az alkotmányban benne van. Gödi Samsung gyár this. Hát igen, emlékeim szerint ez pénteken jött ki ez a kormányrendelet, vagy lehet a csütörtökön, tehát valamikor hétvégén. Csütörtökön szerintem. És pénteken beindult ez, hogy akkor így mindenki nézte, hogy úristen, mi ez az ostobaság, kijöttek az első cikkek, és szombaton kiadott a külgazdasági minisztérium egy közleményt, hogy majd hétfőn ezt javítani fogják, mert nem ez volt a céljuk. Tehát nem a gazdasági minisztérium? Valami, igen. Hát gondolom, ott a legcikibb. És kijött, neked Zsuzsa múltkor küldtem át pár napja, hogy kijött a javítás, amiből nem jutották ki. Tehát továbbra is ez így van. Aha. Tehát az egész döbbenetes. De egyébként nem csak a kiemelt beruházások esetén, nemzetgazdaságilag kiemelt beruházásokra vonatkozik ez az új rendelet? Amíg ti keresitek, addig én azért azt hagyjegyezzem meg a hallgatóinknak, hogy szóval Zoli, te elütsz majd valakit kocsival, ne legyen így, de elütsz. És szándékosan. És szándékosan ütöm el. Igen. Akkor te aztán inkább akarjál kötni a rendőrséggel egy közlekedés, balesetmentes közlekedésről szóló hatósági szerződést, amiben vállalod, hogy a jövőben többet nem fog szándékosan elütni embert. Ezt azért mondja nekem az Áron, mert hogy egy elektromos autóval járok, és azt gondolja, hogy a benne levő akkumulátor felhasználása csak feljogosít engem arra. Kifelé a házból. Ezt a macskának mondta. Ez nagyon strange, amit most csináltál. Ez. Neked ordítana egy macska egész éjjel az ajtó előtt, mit csinálnál? Nekem volt egy nagyon kedves barátom. Elvihetted ezt a macskát, nagyon szeretetted, én is nagyon mentsem meg tőletek. Szóval nekem volt egy nagyon kedves barátom, aki vízipisztolyba vizet töltött, és hogyha volt olyan, akkor azzal lőtte a macskát. Nem az, hogy egy hét után rá sikerült venni arra, amire rá akart venni. Meséljük már el hallgatóknak, hogy milyen jelen ez jár, az ajlott le az előbb. Nyávogott a macska, Zsuzsa egyszer csak egy domestosos fufákolóval, én ezt így hívom, hogy kell ezt tisztességesen mondani? Én meghívom, úgyhogy... Jó, oké, ez egy ilyen, tudjátok, szerintem most már hallgatom, hogy tudják, hogy mi ez a domestosos fufákoló. Szóval azt így megfogott egy ilyen, kinyitott a résiré az ajtót, és kifufákolt vele. Szeretném jelezni, hogy nem domestos van benne, hanem bio illóolaj. De a bioilló olaj a macskáknak az olyan, mintha a domestos lenne. Jó, csak hogy nehogy az állatvédők jelentsenek, és nem fújom soha a macska szemébe, csak így próbálok küzdeni az intruderek ellen. Egyébként miért nem csinálom ilyen, hogy oda mész, tehát így te fújsz rá. Nem vagyok elég komoly ehhez. De megpróbálhatod Áron kifele menem. Így, csak így rá kell fújni. Okay. Így. Oké, én erről készítenék egy rövid sortot, és befutnánk egy életbe. Sortot, meg egy TikTokot, hogyan neveld, how to train your cat. Yeah, sure. Na, Digi közben... Igen, a kohászatra vonatkozott először, és a 28. rendeletbe elfelejtették pontosítani, tehát pont ugyanaz vonatkozik, hogy egyetlen iparágra se vesztette el a hatályát. Tehát nem sikerült pontosítani. Hát igen. Jó, de kiemelt beruházásra, mert nem. Én úgy emlékszem, hogy nem kiemelt beruházásra. A vészhelyzet ideig. Igen. Tehát az van, hogy ameddig Magyarországon vészhelyzet van, addig áll fenned a rendelet. Amikor már megszűnik a vészhelyzet, akkor visszatér az eredeti mederbe minden. Én még egy dologra kiegészteném ezt, hogy az talán közismert tény, hogy ha te legyártasz egy elektronikai terméket, mondjuk egy mobiltelefont, ide itt Magyarországon, vagy hát nyilván akkor nem azt, nem tudom, rádiót, vagy egy Bluetooth üzét legyártasz, és az tönkre megy, akkor te, mint gyártó, te köteles vagy azt visszavenni újra feldolgozásra, vagy egy feldolgozásra, vagy hulladékkezelésre, vagy szóval olyan ennek egy szabálya. Ez alapján elég hamar rájött elég sok környezetvédő, hogy abból gond lesz, hogy itt nagyon sok akkumulátort fognak gyártani Magyarországon,
és az kb. 10 vagy 15, nem tudjuk hány év múlva, amikor ezek az autókból az akkumulátorokat most már nem lehet gazdaságosan használni, mert ami 90%-os vagy 80%-os, még bőven, de le fog csökkenni az 70 vagy 65%-os teljesítményről, akkor tulajdonképpen a gyártónak vissza kell azt vennie, és ott abba az országba kell visszavenni, ahol gyártották. Már ez eleve azon gondolkodott mindenki, hogy oké, hogy most egy gyártókapacitás kiépül, de azzal párhuzamosan ki kéne építeni Magyarországon egy feldolgozó, hulladékfeldolgozó kapacitást is, ami egyre nem látszódik, mert hogy abban nyilván sokkal kevesebb biznisz van most, tehát a kormány ezt nem tolja. Ugyanakkor, és ez az alap, de a Jábor Benedek, ugye a másik zöld párt egyik képviselője, mert hát Magyarországon a zöld pártból is kettő van, mert nyilván a Turánál. Nem, ebből még kettő konzervatívból van, vagy négy, vagy nem tudom mennyi. Szóval, hát ugye már Vona Gábornak is úgy... Most már náci pártban nem tudom, hány van már most már. Ja, most csak egy van, hanem az ilyen konzervatív jobb oldalából van. Spin-off náci pártból van több. Abból több van, igen. És amikor még régen, még igazi nácik volt, de most már az se, az régen sokkal volt. Na, én csak azt akartam mondani, hogy a Jávor Benedek, a Párbeszédnek a politikusa, meg levelezett az EB-vel, mert az Európai Bizottsággal, mert megkérdezte azt, hogy tulajdonképpen lehet-e gátat szabni a hulladék importjának? És az EB azt válaszolta neki, nem. Magyarul, ha valaki anélkül ide akarna hozni például akkuhulladékot, hogy így gyártották volna, akkor is be lehet hozni. Tehát ad abszolútum az is előfordult, hogy sokkal több akkumulátorhulladék jön majd az országba, mint amennyit gyártottunk. Csak mondom, hogy azért itt vannak még lehetősége. De ez azt jelenti akkor, amit mondasz, hogy mondjuk itt van négy nagy kínai akkumulátorgyár, akik valószínűleg autógyárakkal vannak, zömmel autógyárakkal vannak szerződésben, Debrecen nyilván a BMW-vel, ami ott épül, a másik valószínűleg a Mercedes-szel, ezek az autóknak, ami itt fog készülni, azoknak az autóknak a 80-90%-a ki fog menni az országból. Biztos, persze. 10 év múlva, mondjuk amikor, vagy 8 év múlva, amikor ezek az akkumulátorok, vagy x év múlva, teljesen mindegy, ezek az akkumulátorok 60%-ra csökkennek, és elkezdődik az akkumulátorok cseréje. Mondjuk, hogyha ez nem tudom milyen technológia lesz ugye 8-10 év múlva, de a maiból nézek ki, akkor tulajdonképpen az akkumulátorra visszakerül az országba, anélkül, hogy az autó egy kilométert is futott volna esetleg Magyarországon. Persze, ez előfordulhat, ez normális. Így gyártották, de hogy ennél akár több is bejöhet, csak nekem mindig az jut eszembe, amit az átlátszó videójában láttam, hogy valami kis Bükki faluban, vagy Mátrában, igen, valami faluban, hogy ott a falu szélén basszus egy ilyen hangár, ami le van zárva, és jön belőle a bűz, tehát a valami sav, manósav anyag. Helyi emberek bemásztak, aztán átlátszós oda ment, készített videót, hogy az udvaron lehetett érezni a maró anyagoknak a szagát, és kiderült, hogy Gödről származó akkuhulladék van ott, valószínűleg egy fél éve, egy éve, két éve, tehát nem néhány hónapja tárolva, nem megfelelő módon, szivárogva, folyamatosan bele a természetbe, és nem a MÁV telepről, vagy szóval olyan, ami azt gondolnak, hogy ő is barna rozsda övezet, hanem tényleg ez valami ilyen... Falu szélén. Tényleg a falu szélén. Hát jött Jani meg Sanyi, targoncával lepakolták, ahogy sikerült, aztán... Kaptak érte valamit pénzt. Mondta neki, hogy oda kell tenni. Oda kell tenni, oda rakta. És mondta, minden rendben lesz. És nekem az a bajom, hogy hány ilyen lehet már most? Nem vagyok akkumulátor lerakó expert, de feltételezhetően minél több akkugyár van, annál több ilyen lerakó lesz, mert hogy nincs kitalálva a rendszer, úgy tűnik legalábbis jelen pillanatban. És akkor innentől kezdve az azt jelenti, hogy most már igazából senki nem is állíthatja meg őket. Hát az Európai Bizottság állásfoglalás szerint nem, tehát hogy egyébként ez is normális, hiszen árok, személyek, tőke, szabad áramlás van az Európai Unióban, tehát hogy igazából önmagában ezzel sincsen baj, megint visszakanyarodunk, a kormánnyal van gond, aki ez neki így szabad folyást neked, így bedobja a lovak közé egy eplőt. Akkor most nézzünk a Zolira, akiről kiderül, hogy nem az én leharcolt dízelem pusztítja itt a földet, hanem a te nem leharcolt elektromos. Az az igazság, hogy nem, továbbra is azért a számítások arra mutatnak, hogy a te leharcolt öreg dízeled még mindig az elejétől a végéig az életciklusának sajnos több baj csinál, mint az én elektromos autó.
Ezzel együtt nyilván ez egy olyan probléma, amit kezelni kell tudni, és már továbbra is azt állítom, hogy nem az elektromos autó megoldás a problémára, mert a nem autó a problémára a megoldás. Ceterum censeo, te mindig ezt mondod. Így van, és hiszek is abban, hogy ez igaz. És úgy is csinálja általában. Igen, ma azért jöttünk autóval, és nem biciklivel, mert ugye annyira rossz idő volt, hogy nem tudtuk elhozni a technikát. Fásztunk. Tehát a mikrofonokat, a állvány, stb. Tehát a jól lét neked fontosabb, mint a föld jól létet? Jó. Köszönöm. Bevallom, hogy vannak esetek, amikor rosszul döntök. Igen. Pedig belefért volna időbe, mert a digi késett, úgyhogy bicikliztettünk volna bármelyik. Romantikus. Nem, az a másik bajom egyébként a suránya, de csak hogy ezt egy hallgatók is megértsék, hogy legyen egy kis kidumám meg, hogy ez itt kérem lássan a Szentendrei sziget, amire egyetlen híd vezet. Valamint jelen pillanatban két komp, a Váci komp, a Horányi komp és a Határcsárdai szigetmonostor. Nem, az miért a pásztor év nem működik? Pásztor év nem komp. Ja, persze, igazadban, bocsánat. Igen. És a kerékpárt ugye kompa tudjuk igazából jól áthozni ezeken a személyszájtokon. Én mondjuk ezt a cuccotat teherbiciklivel hoztam volna, szerintem az a pásztorével nem megy föl. Illetve ezek óránként jár, ezt tegyük hozzá, hogy azért a kis hajók azok ritkán járnak. Na, tegyük hozzá, hogy nagyon sokat kell. Szóval hogy a történet vége úgy van egyébként, hogy a Digi fél hatkor indult el Pestről, mert ezt a felvételt, ezt mondjuk 7 órakor kezdtük el nyomni. Mondjuk, hogy 10-ig beszélgetünk tejázással, pletyizéssel együtt. Hú, ez nem, sokkal hamarabb lesz vége a hatodásnak. Jó, 9-ig. 9-ig eltart a felvétel maga, akkor indulunk haza sötétben, amikor már egyetlen komp sem jár. Úgyhogy ez nekünk kerékpárral, ez egy 20-25 kilométeres kitérő, igen. Én viszont akkor ide csatlakozok a te follow-up-odhoz. Ugyanis én is ezt follow-up-olom. Igen. Pontosan ugyanezt az adásunkat, úgy látszik egy rugóra jár az agyunk. Ez a mehetünk, tehát csinálni kell valamit, kedves hallgatói, mert mehetünk a Marsra, a Csöves Bánatba, vagy valami ilyesmi igen, a címe az adásnak. Már megyünk a Csöves Bánatba, tehát az látszódik. Én ugyanis máshogy follow-up-olom azt az adásunkat. Ma, október, hanyadika van, 8-a, 9-e? Október 9-e, ez talán az első vagy a második olyan nap, amikor tényleg őszi idő van. Hajnalban 6-7 fok volt, napközben fölment 10-11 fokig, de már ma láttam a cikket, hogy holnap már ismét 20 fok fölött lesz, és valamikor péntekre, ugye, hogy ilyen 23-28, és valahol az országban lesz 30 fok, október 15-e környékén. És ez így, az én feleségem, az imádott, iszonyú okos feleségem is örül ennek, én meg fogom a fejemet, hogy ó, gyerekek, ez nagyon nagy baj, hogy de ez az El Niño jelenség elmaradásra, nem idén abban maradtunk? Pont, hogy van El Niño, tehát idén vagy is idén ismét van. El Niño van, igen, tehát ez ugye hozza a plusz meleget, a plusz 1-2 fokot, és ez ilyen az El Niño meg az El Niña egymást ciklikusan váltogatva, x évente jönnek ezek a jelenségek, nem pontosan ismerik a tudósok, hogy az El Niño meg az El Niña jelenség az mikor alakul ki, miért, és meddig tart, vagy nem, nincsenek ezzel teljesen tisztában, de a jelenséget magát ismerik. Minden esetre idén júniusban, júliusban, augusztusban, és most már szeptemberben is az all-time melegrekord megdőlt az egész bolygón. Ennek egy kicsit elkezdtem utána, hogy ez hogy van, oké, mérjük a hőmérséket, és akkor ebből csináltak egy olyat, hogy megvan az idősoros 1980 és 2001 között, és akkor azt veszik múljának, és akkor megnézték, hogy ahhoz képest hogy állunk, és most ez zsinórban a negyedik hónap, amikor 1:2 fokkal több, bocsánat, 1990 és 2020 között, tehát 30 éves átlag, de úgy, hogy van olyan hónap, hogy 1,75 fokkal növek több átlagban, mint amennyinek kellett lenni. Ugye ez magyarul meghaladtuk már tulajdonképpen azt a bizonyos bűvös másfél fokot, ezt a küszöb értéket. Mindez úgy, hogy például 2022-ben az all-time nyári melegrekord dőlt meg Magyarországon. Tehát ez tavaly, nem idén, hanem tavaly. Ahogy ott a mérjük, igen. Emlékeztek rá, tavaly igen. Volt az, hogy tényleg ilyen két héten keresztül volt 40 fok, szóval tényleg az volt. Vagy. És idén úgy történt ez, hogy Magyarországon ebből nem sokat éreztünk, mert júliusban meg ilyen őszi idő volt. Emlékeztek rá, hogy 3 hét esett az eső folyamatosan. Rendesen volt eső, igen. Nagyon sok eső volt, nem ment 25 foknél többre, még júliusban sem, tehát egy eléggé rossz idő volt idézőjelben. Aztán itt vagyunk októberben, és még mindig meleg van. És akkor ehhez hoznám, hogy akkor én egy kicsit beszélnék erről az emokról.
ami a... Ez az EMOK. Ez az EMOK. Ez kérlek szépen az EMOK, már is mondom, az Észak-Atlanti bukóáramlásnak hívják ezt. Ez egy viszonylag új fogalom, legalábbis én nemrég találkoztam ezzel a fogalommal. A golfáramlatról mindenki tud. A golfáramlat az, hogy jön a meleg levegő, és eljut a Karib-tengeri térségből. Tudjátok, így elmegy kelet, tehát a Észak-Amerika melletti keleti oldalról, meg Grönlandot, és akkor így bejön hozzánk, így Nagy-Britannia, meg Nyugat-Franciaország, meg ilyesmi, és akkor melegíti a kontinenst. A golfáramlatot a Coriolis erő csinálja, tehát az, hogy forog a föld. Az EMOK az a nagyon egyszerű jelenség. Hú, de nagyon csúnya nézel rám, Zoli. Az EMOK... Fogalom megérteni. Az EMOK, hát a golfáramlat nem nagyon fog leállni, mert hogy a föld forog. Az EMOK az a tengerben van, az óceánban, és annak a nagy, az a jelenségem két dolog. Egyrészt a hidegebb víz az lesüllyed, mivel nehezebb, mint a meleg víz, és a sós víz szintén nehezebb, mint az édes víz. Tehát ez a két jelenségünk van. Ebből az következik, hogy az EMOK azt csinálja, hogy elindul a nagyon melegen felmelegedett egyenlítőből a víz, jön így északi irányba, ugyanazon az útvonalon, mint a golfáramlat, és ahogy jön egyre északabbra, úgy keveredik egyre több hideg vízzel, és a végén lesüllyed a tengerfenék alján, tehát egy pár ezer méter mélyre, és ott visszafelé megy az egyenlítő felé. Tehát egy ilyen körkörös cirkuláció. És ebből következik az, hogy ez a bizonyos EMOK, ez tulajdonképpen hőt hoz az egyenlítő térségéből Karib-tenger irányából Észak-Amerikának és Észak-Európának. Az EMOK-ot nem túl régóta vizsgálják tudósok, és azért tudnak egyre többet erről az egész jelenségről, mert igazából az történt, hogy 10 évvel ezelőtt elkezdtek kurva sok bóját lerakni. Grönland környékén, Izland környékén, a Kanada keleti partján, Észak-Amerika keleti partján, és elkezdték mérni a bójákból beérkező adatokat, és összevetették például a grönlandi jégmintákkal, ahol megfúrták nem tudom sok ezer méteren keresztül. És az történik, hogy a Grönland mivel olvad, és egyre gyorsabb ütemben olvad, ezért egyre több édesvíz megy bele folyamatosan abba a sós, de meleg vízbe, ami ugye eléri a grönlandi partokat, elkezd keveredni, és a hőt nem tudja elhozni felénk, hanem hamarabb elkezd lesüllyedni, és fordul vissza. Mm-hmm. Tehát ezt jelenti ez a dolog, és tavaly már kiderült, hogy körülbelül olyan 30%-kal már most lassult az EMOK, mint az elmúlt mondjuk 10-15 évben, amikor elkezdték ezt mérni, hogy pontosan milyen sebessége van. Ennek az lesz a következménye, például Európában, hogy hirtelen ilyen átlag 4 fokkal lesz majd hidegebb Európa, tehát a kontinensnek a hőmérséklete. Viszont a Karib-tenger környékén, tehát az egyenlítő magasságában pedig egy olyan 5-8-10 fokkal lesz magasabb, mint most. Ahol most sincs hideg. És ez viszont olyanokat fog beindítani, ami még igazából nem is tudják a tudósok, hiszen ugye a forró levegő a sokkal több vízgőzt tud magába tartani, de nem is adja ki magába, tehát nem lesz abból eső, csak egyszerűen magába tartja. A sokkal hidegebb levegő viszont nem tud szállítani elég csapadékot, szóval ebből nagyon sok probléma fog keletkezni. Egy magyar tudós azt nyilatkozta le egy nyári cikkben erről az EMOK-ról, hogy ha ez be fog következni, akkor Magyarországon úgy kell képzelni, hogy a telek azok ilyen -30-40 fokok lesznek, nyáron viszont ilyen 40-45, inkább 50 fok környékén lesznek, és lesz egy mondjuk 1-2 hetes tavasz és losz, tehát hogy igazából két évszak lesz, egy nagyon hideg téli, egy nagyon meleg nyári, és mivel közben a hideg miatt rengeteg hó fog képződni a hegységekben, tehát az árvizek sokkal adobbak lesznek, olyan árvizek lesznek, amiket mi ezt tudunk képzelni, mert egyszerre nagyon sok víz fog majd lejönni a folyókon, tehát így kell elképzelni. És a legújabb jelentés szerint, ez most hozták nyilvánosságra júliusban, azt mondják a tudósok, hogy ez az EMOK úgy néz ki, hogy le fog állni valamikor 2025 és 2085 között. Nem tudják, hogy pontosan mikor. Egy tudós azt mondta, hogy amikor ők vizsgálták a Grönland jegét, és visszamenőleg 12 000 évre folyamatosan az látszott, hogy ez van, tehát egy EMOK leszokott állni, ez így előfordul, és azt látják ezekben a jégmintákban, hogy amikor leáll, akkor nagyon gyorsan áll le, tehát hogy 1-2 év alatt leáll, és azonnal megváltozik a klimatikus viszonyok az északi féltekén. Elkezd lehűlni az egész északi félteke? Bizonyos része lehűl, bizonyos része nem, de igen, úgy globálisan az északi félteke inkább le fog hűlni egy 4 fokot általában, plusz hoz még egyéb problémákat, és egészen a monszun, tehát hogy a egyenlítő környéken, ahol a monszun
évszak van, egészen odáig fog kihatni az, hogy ez az emok ez leáll. Szóval, hogy ő azt látta, ez a tudós, hogy a grönlandi jégmintákból, hogy nagyon-nagyon gyors, tehát egy-két év alatt, hát, hogyha leáll, akkor egy-két év alatt leáll, és nem nagyon tudunk rá ebből fölkészülni előre, tehát ebből ez következik. A legvalószínűbb, hogy egy 2050 környékén fog állni, arra ilyen 70% esélyt mondanak, hogy 2050-re már le fog állni. Ez csak azért érdekes, mert akkor még élni fogunk. Tehát ezt akartam, hogy ez 25 év múlva lesz. Akkor élet, hogy ez 25 év múlva lesz. Az, még 25 év múlva élni, de igen. Az nem sok. Hát az nem sok az a 25 év. Uraim, szeretném bejelenteni, hogy winter is coming. Igen, tehát ez nem sok. Nem nagyon tudjuk elképzelni, hogy akkor az mit fog jelenteni, minden át fog alakulni, és én ehhez még egy dolgot hoznék, és ez mondjuk azt hiszem az a különbség a bonyolult, nem, a komplikált meg a komplex rendszerek között, hogy a komplikált rendszerből, ha egyet kiveszel, akkor az összeomlik, mármint hogy ez nem fog működni. Tehát egy komplikált rendszer, mondjuk egy mobiltelefonban, ha én kiveszem bármit, igen, akkor nem fog működni az a mobiltelefon, nem fog elindulni, mondjuk egy számítógépes ilyen. Már nincsenek redundánsa elemek, igen. A komplex rendszer olyan, hogy egy darabig kivehetett belőle, attól az még működni fog, csak valami része. Van egy hibatűrés. Van hibatűrés, van egy, már nem olyan jól működik, de tulajdonképpen elketyeg az, még azért, az emberi testünk ilyen. 30 év fölött, vagy 40 év fölött elkezd bizonyos részei már nem annyira jól működik, de a rendszer még nem dől össze, nem halunk meg azonnal, akkor halunk meg, amikor már olyan fatális, tehát végzetes, az élettel össze nem egyezthető része esik ki, vagy pedig olyan sok apró rész esett ki, hogy az már az egészen tud működni. Azt mondják a tudósok, hogy körülbelül ez van az éghajlattal is, tehát így kiveszegetünk belőle részeket, de még így működik. Kicsit így tök rossz, meg valami érezzük a, mondjuk ide nyáron, hogy tök meleg volt globális, de azért még nem haltunk meg, hát tulajdonképpen van víz a csapban, meg így. De eljön egy ilyen átbillenési pont az egész mögött, amikor nincs megállás, akkor egy új egyensúlyi állapotot akar majd keresni a rendszer, amikor egy ilyen átbillenési pont. De hát az idén nyáron is volt Olaszországban például, amikor vészhelyzetet rendeltek el. A Görögországban a víz, árvizek miatt szintén. Nem, de a meleg miatt Olaszországban vészhelyzetet rendeltek el az idén nyáron. Tartósan volt 40 fok fölött több hétig. Igen. Azért jelek vagy, nem tudom, tehát ilyen ijesztő dolgok történnek azért már a mai nap is. Ilyen átbillenési pont az emok leállása, az egyik ilyen átbillenési pont, azt mondják. A másik ugye a Szibériában, amikor a felmelegedés miatt eleve fagyott, állandóan fagyott talajból kiszabadulnak a metán, benne lévő metán molekulák, amik több trillió tonna, nem tudom, nem, tehát kurva sok, nem tudom mennyi pontosan. Az ugye a széndioxidnál azt hiszem 10-szer erősebb üvegházhatású gáz, ami egyébként ott benne van a fagyott földben. Tehát, hogy a Grönland ugyanilyen, mert hogy ott 3000 méter vastagságú olyan édesvíz van lefagyva, ami nem úszik az óceánokat, tehát hogy Grönland olvad, akkor emelkedik a tengerszint. Az Arktis, tehát az északi jégsapkán olvad, azon nem nagyon emelkedik a vízszint, mert hogy az egyébként eleve úszik. Tehát, hogy ezek az ilyen átbillenési pontok, az emok az ilyen. Az egy érdekes szituáció lesz, hogy a most 18 éves fiam, akinek szerintem nincs igazi havas tél élménye az életéből, tehát hogy tudja mi a hólátott havat, de hogy az ő élőhelyén tartósan sokáig hó legyen, meg nagyon hideg, szerintem ez az élmény egyáltalán nincs meg neki, mint tapasztalat. Ez ilyen 30-40-50 éves korára beleesik egy olyan helyzetbe, ahol minusz 40 fok lesz, és áradásokat okoznak a tavaszi olvadások, tehát az egy elég szél, hogy mondjam. Igen, szóval nekem az én follow-upom az, hogy én eldöntöttem, hogy tehát nem leszek prepper. De magam, hogy tudják, mi a prepper, ugye? Aki egy barlangban él, és fölhamozott egy csomó konzervet. Igen, tehát az nem, de az gyakorlatilag az egyetlen fontos, igazán lényeges fontosnak tartom, hogy mindenféle ilyen klímaügyekben kell dolgozni. Szerintem nincs nagyon más, én azt gondolom. És például azt eldöntöttem, hogy mivel lehet, hogy én vagy megélem, vagy nem, de az én közvetlen rokonaim, unokaöcsém, ezek meg fogják élni, tehát nekem nincs más feladatom, mint hogy például azt a házat, amiben majd ők fognak lakni, azt alkalmasát tegyem arra, hogy minusz 30 fokban is lehessen abban a nyomorult házban lakni, meg majd plusz 40 fokban is. Tehát, hogy ide el kell jutni mondjuk 10 éven belül. Tehát, mert azt látom, hogy a világ a szén-dioxidról nem fog lejönni. Ez az én follow-upom. Zsuzsa? Én most összeomlottam, hogy nem tudom, van-e értelme tovább beszélgetni? Így van, tehát ezek után egy rituális öngyilkosságot tudok így közösen felajánlani. De hát én pont mondtam a végén, hogy
Hogy leszigeteljem a házat, és bírja a mínusz 40-et? Vagy meg a birkát, igen, meg a birkákat is le kell szigetelni, meg a kecskédet. Ja, jó, oké. Okay. Hiszen te is fogsz, te 25 év múlva fogsz még élni. Így van. De legalábbis remélem. Van rá esély. Na, és nagyon jól beletaláltál, mert a kedvenc témámmal érkeztem, a Pilis Maróti bánya ügyel, amit... Yes! Már annyi éve követek, hogy most már így a részemé vált. Aki nem tudná, Pilis Marót az itt Komárom-Esztergom megyében fölöttünk pár településsel egy kis település, aminek van egy hegyi oldala, meg van egy Dunafelőli oldala, ami egy nyaralóövezet, és ahova egy vállalkozó egy kavicsbányát tervezett. Ez sokáig nem derült ki, mert az akkori polgármester ezt titkolta a helyiek előtt, bár állítása szerint az újságban megjelent, gondolom, valami mínuszos hírként, ami nagy, akkora felzúdulás követett a lakók részéről, hogy a teljes testület és a polgármester is lemondott, és a többiek ezt már nagyon unják, mert már elég sokszor elmondtam. Summa summarum, az szerintem a legfantasztikusabb ebbe a dologba, hogy tényleg egy kis településen élők egy része összefogott, összehozott egy civil szervezetet, keresett szakértőket, és iszonyatos sok munkát és energiát beletéve megszervezett egy helyi népszavazást, ami ugyan eredménytelen volt, viszont azt hiszem több mint 85% a bánya ellen szavazott. Ezt tegyük kontextusba, tehát az eredménytelen az azt jelenti, hogy elmentek nem szavazni, de 50%-a nem ment el a szavazójogú állampolgároknak. Emlékezz, hogy 42%, 43% ment el? Talán, igen. Az magasnak számít azért. Igen, de az a trükk a dologban, hogy mivel ez egy üdülővezet alapvetően, ezért nagyon kevesen vannak ott bejelentve, és nem lehetett azt megcsinálni, hogy tegnap előtt bejelentkezem, és ma leszavazok, és holnap után visszamegyek, hanem azt hiszem, hogy több hónapos, nem akarok hülyeséget mondani, hogy hány hónap, de hogy több hónappal korábbi bejelentés szükséges, amit ugye kevesen tettek meg ilyen vagy olyan okok miatt, ami abszolút respektálható. És viszont jelen pillanatban ugye az van, hogy van egy érvénytelen, de elsöprő többséggel nem mellett fogsuló népszavazás, amelynek eredményeképpen a testület úgy döntött, a képviselőtestület, hogy ők elfogadják a nép akaratát, és ebben a bányavállalkozóval felbontják a jelenleg meglévő szerződést, ami a terület átminősítésére vonatkozik. Ehhez képest most ott tart az ügy, tehát mindenki örül, pezsgők, durogtak, gondolom, remélem Maróton. Most ott tört az ügy, hogy egyébként a bányavállalkozó újra beadta a környezetvédelmi engedélykérelmet, amit korábban több per is megelőzött, mindenki perelt mindenkit, hogy a környezetvédelmi engedély ne legyen érvényes, de végül egy sokadik perben érvényesnek minősítették. Ezt a megyei kormányhivatalnak kell beadni? Igen, első körben a megyei. Bocsánat, vármegyei kormányhivatal. Vármegyei kormány, Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal talán, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság. De most azt néztem, hogy szeptember 20-án ugye kereste meg egyébként, az a vicces, most már a polgármester keresi meg az egyesületet, akik olyan jogi gárdát találtak és vették fel velük a kapcsolatot, akik segítenek környezetvédelmi ügyekkel. Tehát 26-án meg lehet szavazni, hogy a szerződésnek szerződést felbontják, majd utána 28-án kiderült, hogy ez a GM Pro Kft. A környezetvédelmi engedélyeztetési eljárást újra beadja. Egyébként az egésznek egy, az csak részletkérdés, de érdekesség, hogy ez a GM Pro Kft. 3 millió forintos törzstőkével alapított cég, akinek igazán árbevétele alig van. Jó, hát a projekt cég, nem gondolom. Nem, mert ez egy nagyon sok éve fellépő cég, nem, ez egy mérnöki iroda, Kft. Viszont a cég tulajdonosának az apósa az nagy bányavállalkozó. Talán a nyírségben, de ebben nem vagyok biztos, tehát valószínűsíteni lehet, hogy így gyakorlatilag nem az a cég termelne, aki. Amikor én egyeztettem bele, akkor ő azt mondta, hogy ha nem ők, akkor lesz más, és az a más az rosszabb lesz, mint ők. Hogy erre mire utalt, azt nem tudom, de nem hangzott jól már akkor sem. Apura. Tehát most nyugvó ponton tulajdonképpen azért nincs, mert ő
továbbra is meg akarja valósítani, tehát egy új kérelmet adott be a Igen, egy új kérelmet, aki, hogyha ezek alapján akár el is kéne fogadnia, hisz nem változott semmi se a területtel, se az, a kitermelés módjával kapcsolatban. Jó, de hogyha nem, ha utána nem kötve lesz szerződés az önkormányzat, akkor hiába van neki engedélye, nem fog tudni termelni. Jövőre választások lesznek. Nem mondod. Mondom, és egy kis településnek akár 100 millió forint is nagyon sokat jelenthet, ami egy bányának lehet, hogy nem jelent olyan sokat, amivel természetesen nem utalok semmire, meg célzok, de hogy el tudom azt képzelni, hogy van olyan motivációs erő, melynek hatására esetleg egy új testület átgondolja ezt a döntést. Ez azért izgalmas, amit mondtam, mert ugye itt a helyi testület hozott egy politikai döntést, az a politikai döntés, hogy mert nem minden hallgatónk tudja feltétlenül, tehát a helyi népszavazás az ügydöntő tud lenni akkor, hogyha érvényes. Tehát, hogyha elmegy 50%-nál több ember szavazni, és az a 50% plusz egy embernyi szavazat, az valahogy dönt. Azt is érdemes tudni, bocsánat a szavaddal vágok, de hogy nagyon ritkán érvényes. Én utoljára soha nem volt még. Ezt akartam mondani, hogy még a nagy port felvert tatai tó körüli népszavazás is, ami majdnem érvényes lett, de még annak sem sikerült elérni ezt a számot. Igen, ettől még, tehát hogy ezért nem tudott, tehát maga a döntés, az nem kötelezi a helyi testületet. Hát, és ilyen értelemben nem. És aztán a helyi politikusok, testületi, önkormányzati képviselők, testületi tagok összeültek, és azt mondták, hogy oké, de ettől még ők értik ennek a politikai üzenetet, mert ők egyébként dönthetnek úgy, hogy figyelembe veszik a választásnak az eredményét. Tehát itt erről van szó, ami egyébként 85%-os volt. Hát igen, csak az a kérdés, hogy lesz-e Pilismaróton bánya, ki csinál bányát, illetve mondjuk az milyen hatással lesz például a 11-es útforgalmára, mert hogy tudni kell, hogy ez a település ugye a Dunakanyarban van, ahonnan vagy vízi úton, vagy szárazföldi úton lehet elszállítani a követ a különböző építkezésekre. De ez akkor egy sikertörténet. Egyelőre ez most egyelőre most egy sikertörténet, csak hogy szokták ezt mondani, hogy üröm az örömben? Nem, a háborút kell megnyerni, nem csak a csatát. Így, igen. Tehát, hogy most... Mondjuk ez nem olyan túl jó fejét mondani Ukrajna és Izrael árnyékában, ezért elnézést kérek, ez most utólag jutott csak eszembe. Bocsánat, közbe szóltam. Úgyhogy csak ennyi, hogy most marótiak örülnek, meg a civilek azok szerintem iszonyatosan sok munkát végeztek, és nagyon jó volt látni, ahogy ez az egész fejlődött, és megtalálták a hangjukat, és érvényesítették a jogaikat, és tényleg házról házra járva kampányoltak azért, hogy ne legyen bánya, mert a település lakóinak egy része az egyébként örült volna, mert hogy munka lehetőséget teremt, bár állítólag egy kavicsbánya. Igen, egy kavicsbánya az elég magasan gépesített, és nagyon kevés emberre van szükség valójában a működtetéséhez. Úgyhogy én ebben remélem egy kicsit jobb hírrel érkeztem, mint a előtte sokkoló tartalom, ami elhangzott. És nézek a Zolira. Follow-up-omat az előbb, amit közösszúrtam neked a Tataitóval kapcsolatban. Okay. Nem ezt hoztam, csak eszembe jutott arról, amit mondtatok, hogy a hétvégén jártam arra, és megnéztem egy vezetett túrát a Fényes Ösvény nevezetű helyen, ami a Tataitó mellett egyébként. Tényleg így hívják, hogy Fényes Ösvény. Tényleg így hívják egyébként, és ilyen források vannak, gyönyörű, hát jó, mindenkinek csak... ajánlom. Nem is ezt nem ezt akarom ebben elmesélni, hanem... Tudják még az emberek, hogy mi ez a Fényes Ösvény? Hát, mondjuk, hogy a kínai verziójára gondolsz, gondolom igen. Ezek szerint nem mindenki asszociál rá, úgyhogy... Az ösvény készítők valószínűleg nem tudják, hogy hogy nevezték el. Jó, hogy nem Polpot megyének hívják. Az egy másod van, az a Miskolc. Na, de mindegy, azt akartam mondani, hogy ott egy nagyon szimpatikus és nagy tudású fiatalember vezetett minket végig, aki felsorolt egyébként a környékbeli nagy környezetvédelmi panamákat is. És ennek sor viszont nem említette meg a Tataitó partján történő építés, és rákérdeztem, rákérdeztem, és talán nagyon egyébként részletesen beszámolt róla, bármint a társasághoz képest, meg az időkerethez képest részletesen, és azzal zárta, hogy a beruházó hátrált ki végül. Helyes fiú ki hátrált? Igen, így van a sztoriból, és most azért nincs ott szálloda, annak ellenére, hogy nem
volt érvényes a népszavazás, hogy a beruházva látta. Ők meghallották a népakaratát. Hát félek, hát ezek sikertörténet hátán. Hát itt virázik a civil kultúra. Akkor elrottam a kedveteket, várjátok. Nem, az az igazság, hogy megint azt történt, hogy nekem nem volt elég időm felkészülni, úgyhogy nem tudtam ilyen a hallgatók nem látják, de mindenki, aki follow-up-ol, az fogja a telefonját, és így pörgeti a rettenetes értetét, amit összeírta arról, amiről beszélni akkor, és az én telefonom le van fordítva, mert nem, nincs rajta ilyen jegyzet. Te blattolsz. Így van, pontosan. Viszont végigpörgettem indulás előtt 15 perccel az elmutatásokat, hogy mégis fel tudjak mutatni valamit, hogy miről szeretnék beszélni, és 2017 őszén Szentendrén egy helyi adást csináltunk a B. Szabó Verával, akiről azt kell tudni, hogy egy építész ember, akinek most is ebben a szakmában dolgozik, építés stúdiója van Szentendrén, és valamikor a város főépítésze is volt egy ideig. Nagyon nagy tudású ember, és nagyon sokat beszélgettünk vele akkor, hogy az egész Szentendrét, mint településnek az urbanisztikáját így áttekintettük sok szempontból. Én így bele-bele pörgettem, hogy milyen témák voltak, de más honlapot megnézem, akkor is rengeteg. Tehát, hogy ott nagyon sok mindenre beszéltünk, nagyon sok témát adott. És az jutott eszembe, hogy 2017 az az év, amikor a Verségi-féle önkormányzat beadta a VEKO pályázatot a most éppen befejeződő kerékpáros infrastruktúra építésére. Helyezzünk képbe azokat, aki nem tudják, hogy a Verségi-féle önkormányzat az az előző vezetés volt, akik a fideszesek voltak, és pályáztak És mi ez a VEKOP? A VEKOP-ot, ezt nem tudom, lehet, hogy feloldani. Városi és előválasztási közlekedési operatív program, ez csak tippet. Zseni vagy, de ez valószínűleg igazán van. Igen, így van. Igen, itt kerékpárforgalmi fejlesztésekre nyert el a város egyébként egy évvel később pénzt. Beruházási szakasza, ugye, tehát a pályázati meg beruházási szakasza az a Covid miatt is elhúzódott, meg utána nem volt elég pénz. És ez egy uniós projekt, volt. Tehát uniós program. A VEKOP az egy uniós pénz, igen, így van. Mert akkor még volt uniós pénz. Na summa-summarum, ez a két, ez a keret az, ami nekem most így megtetszett, hogy erről kéne beszélgetni, és arra nem tudom, nem hívnám játéknak, de hogy arra hívnálak föl benneteket, itt ugye Leányfalusi két Szentendrei, illetve egy expomázi, aki sokáig dolgozó Szentendre városházán, vannak. Nem, a szerkesztőségnek dolgoztam. Igazad van, már ezt rosszul is mondtam. De Zsuzsa mindjárt kijavít, úgyis ezt nem fogja hagyni leesni. De hogy azt szeretném, csak a mondat végére érjek, aztán átosatom a szót, hogy segítsetek nekem összeszedni azokat a urbanisztikai jellegű projekteket, beruházásokat a 17-től mostanáig, az elmúlt 5 évben, amik topikok voltak Szentendrén, és megvalósultak, vagy elbuktak bármilyen okból. Én ilyenekre gondolok egyébként, hogy... 11-es útfelújítás! Köszönöm szépen, remek, igen. Biciklis híd a Szentendrén. Biciklis híd a Szentendrén, ugye ide sorolom a kaszinó helyén megvalósuló, illetve még nem megvalósuló szájábépítkezést. Ezekről szerintem mindegyikről érdemes beszélni egy pár mondatot. Úgyhogy elesik, de erről javíts ki kérlek, hogy miért mondtam rosszul, mert te nem valóban a városházának dolgoztál. Igen, én a városi lapnak írtam cikkeket, ami viszont nyilván önkormányzati fenntartás alatt van, de nem a városházához tartozott, és ugye mi idén augusztusban távoztunk pont azért, mert politikai nyomásgyakorlást éreztünk a városháza részéről. Tehát ezért horkantam fel ilyen vehemensen a történet, vagy a szó hallatán. De ez nem közvetlenül urbanisztikai történet, úgyhogy én bocsánat, hogy idekevertem. Semmi baj. Ilyen projekt az, hogy egyébként a biciklis híd elbukott, de elvileg elkezdték építeni az Euróveló 6-os útvonalat a Dunakanyarba, és én úgy tudom, hogy az most leállt. Mert hogy elfogyott a pénz, vagy azt is leadották, de ugye itt lett volna egy híd Kisoroszinál. Kisoroszi Dunabogdány, igen. Így van. És egyébként lett volna szépen végigvezet. Sőt, egyébként ide tartozik az, hogy Vác és a Sziget között is lesz híd, ami viszont nem állt le. Tehát az viszont most tervezik. Igen, gondolom, hogy az nem jó, biztos, hogy megy. Igen, tehát ez is ide tartozik szerintem. Abszolút ide tartozik egyébként, de az döbbenetes, hogy hogy még a Duna innen sok oldalán, tehát hogy ugye a Szentendrei oldalon az Euróveló 6
praktikusan Szented Régére, hát hogy onnan tovább. Mármint Budapest irányából. Tehát igen, Budapest irányából. Szented Régére, a másik irányból értelmezhetetlen. Tehát ott nincsen Euróvel 6 ezen az oldalon. Akkor... A mi oldalon? Akkor mi oldalon? Pont ezzel akarom összehasonlítani, hogy a Váci oldalon ott viszont... nagyon állat. Ugye most már el lehet kerékpározni kerékpárúton Szlovákiába. Én el is kerékpároztam egy hónap előtt, megnéztem az új hidat, imádom. Igen. Hány kilométer körülbelül? Aznap 130 kilométereztünk. Ami 130 km-t. De az oda-vissza, tehát ugye nem tudod is. Hát a teljes kör, vagy nem, tehát úgy teljes kör, hogy fölmentünk Szobig, ilyetöket az új Ipolynádas dihigén, utána meg visszajöttünk, igen, de hogy tehát ilyen 130 km volt. Jó, de mi a Pilisen keresztül is mentünk meg minden, és Pilis Marottnál egyébként megnéztem a bánya helyét, elmentem mellette, nyilván nem volt ott semmi. Ja, mindenképpen. Ez a Dunaparton jön vissza? Túloldalt a Dunaparton jöttünk, persze. Igen. És itt ezen az oldalon? Keresztül a Pilisen. Ugye nincs itt végig az elképzelésed, nincs végig. Bicikli. Itt egy csomó helyen ki kell menni a 11-esre, tehát az autók közé. Van egy rész, ahol ilyen ártéri, ilyen kis bénaság úton kell menni. Dunabogdány és Tahik között van egy viszonylag egy jól megépített 10 éve. A Bogdánybál területén is van egy szakasz. Meg Bogdánybál területén is egy picike, igen, tehát kb. Ennyi. És utána Bogdánytól gyakorlatilag föl Pilis Marottig szinte 11-esen kell menni, amit én imádom, nekem ezzel nincs bajom, de mondjuk az átlag ember nem szereti. Az Esztergomi már... szakaszon van még biciklút Esztergom városánál gyakorlatilag. És ez most már tök egyértelműen látszódik mindenütt, egész Európában, de Magyarországon is, hogyha az infrastruktúrát építik, bent városokban, Budapesten is ez látszik, de máshol is, akkor hirtelen nem csak az ilyen idióták bicikliznek, mint én, hanem akkor itt anyukák elkezdik a gyerekeket vinni biciklivel, meg apukák, akik nem akarnak az úton menni, azok is elkezdik vinni a gyerekeket. Szóval, hogy ha infrát építenek, így hívjátok infra, ugye? Ti kerékpárosok. Az infrastruktúrát rövidítem, szerintem én mindenképpen infrának szoktam. Ha infrát építenek, az igenis elkezdi növelni a használóinak a számát. Tehát az első mindenképpen az infrastruktúra építés. Akkor, hogyha azt akarjuk, hogy az emberek letegyék, emberek egy része letegye az autót. Egyébként urbanisztikai szempontból az Euróvelo 6-nak kisebb a jelentősége, az szerintem sokkal inkább egy turisztikai célú beruházás. Urbanisztikai a városon belüli hálózat. Hát meg az egyes települések összekötése is egyébként ide tartozik, tehát a ilyet én mondjuk a Szentedre, mint agglomerációs település összekötése a Budapest külterületeivel. Okay. Az egy fontos urbanisztikai lépés. Szentedre és Komárs között megépült a biciklút, ez pár évvel ezelőtt, és ez is egy új dolog, az megépült Szentedre és Komárs között. Budakalász között. Nem, Szentedre és Komárs között is megépült. Nem, és az van, a baj pont, hogy Komárs és Békásmegyer között gyakorlatilag... Budakalász, igen. Komárs, Budakalász, Békás. Igen. Hogy tehát, hogy nehéz eljut. Hát Budakalásztól Békásig már van a Dusa melletti út, de Pomázról én nem merek átbiciklizni mondjuk Kalászra. Hát én igen, de azt tudom, az a hátsó út az olyan, hogy oda én kimegyek, de te nem mész igen. Ki. Hát, aki... Igen, a házat egyes darabkái léteznek, csak nem érdek össze. Szentendre felől pedig be lehet jutni Békásmegyerre. Egész jó. Igen. Tehát Szentendre határáig, amennyiben a témánk Szentendre, akkor elmondhatjuk, hogy Szentendre határáig egész jó kis kerékpárutak vannak. Ezt Szentendrén nincs. Ezt nem sikerült. Igen, na, és van. Mi volt a feladat? Szedjük még össze egy pár ilyet. Én ugye említetted a 11-es út felújítását. Vagyis annak elmaradását. Ugye? Annak elmaradását is hozzuk kicsit kontextusban, hogy... De most blattolok, tehát hogy most csak fejemből próbálok emlékezni, hogy ott nyilván kampány, meg országgyűlés, oké, ez most felejtsük egy pillanatra, de ott tényleg arról volt szó, hogy meg is tervezték, tehát a tervek azok elkészültek, és mielőtt a pénzt allokálta volna a kormány, a Lázár János féle minisztérium lejátotta 200 vagy nem tudom hány másik országos beruházás mellett, ugye ez azt? Így van, valójában ez, igen, tehát hogy ha félretesszük a kampányígéreteket, amit mindenkinek a nyakából lehet akasztani, amik tényleg elhangzottak egyébként, de ezt azért ne tagadjuk el, de hogy az történt, hogy ennek a tervezése is megtörtént, bár egyébként már a Magyar Közút által kiadott tervek is csak az útpályára korlátozódtak, tehát hogy nem a teljes űrszelvén szoktak mondani, ugye szakemberileg, tehát hogy nem faltól falig. Fordítva hallgatóknak, hogy ez mit jelent. Igen, tehát hogy ugye az űrszelvény az a faltól falig, tehát a magánterülettől magánterületig, tehát a teljes közterületnek az újra tervezése lehetett volna cél. Igazából kerékpáros szempontból az lett volna a kívánatos is, de ez nem történt meg, hanem kizárólag a meglévő útpálya, tehát ahol az autók közlekednek, illetve a járművek, ugye nem csak autók vannak, tehát a járművek közlekednek, csak az az útpálya a felújítása volt a scope,
illetve ott volt néhány terv arra vonatkozóan, hogy bizonyos gócpontokat, amik ugye a szentendrei dugók egy részét részben okozzák egyébként, vagy esetleg picit könnyítettek volna az áthaladáson, ott egy körforgalom lett volna a laktanya előtt, hogyha valakinek mond ez valamit, ahol a balra fordulás szokta nehezíteni a továbbhaladást. Ja, itt vesztjük a hallgatóinkat, mert nyilván nem ismerik Szentendrét. Jó, summa summarum, gyakorlatilag az történt, hogy amikor Lázár János átvette a kasszakulcsát a hazai beruházások fölött, akkor ezt a felújítást. Egy vonallal. Hát sok más száz beruházás mellett ezt is egy vonallal húzta. Én nekem eszembe jutott még egy ilyen beruházás. Azt azért mindenki tudja szerintem, aki minket hallgat, hogy Szentendrén van az egyik hév vonalnak a végállomása, H5-ösnek hívják ezt a végállomást, több évtizede terítéke van, hogy fel kéne újítani. Amikor ez divat volt, akkor éppen úgy hívták, hogy intermodális csomópont. Ez a fogalom ma már nem divatos. Mert... Ez még mindig egy jó fogalom szerintem. Igen, de igazából nem az divatos, és közlekedés szakmailag ez már nem is indokolt. Mm. Ez amit annak idején elképzeltek a 90-es években, hogy kell kinézni egy ilyen csomópontnak, mert ez hülyeség ma már, hogy mindent így gyorsan egy helyre oda kell pakolni egybe, és akkor ezt nevezzük intermodálisnak. Ez túlhaladta az élet, ezt a fajta közlekedés politikát, de az igaz, hogy ettől még ott egy olyan végállomást terveztek, ami modern lett volna, meg ott át lehet szállni évről buszra, kerékpáros megálló, városi infrastruktúra, bolt, nem tudom, csomó mindent oda lehetett rakni, na ezt is lehúzták, pedig már látványtervek is voltak róla, és az is most a limbóban. Tehát hát ugye itt megint az történt, hogy a Vitézi Dávid, aki még sokáig ugye a BKK vezetője volt, addig neki egy nagyon-nagyon szimpatikus törekvése volt az, hogy nem csak Budapest közlekedését akarta megreformálni, hanem az agglomerációjét is. És ez jogos, hát a kettő az szimbiózisban él egymáshoz, ez tök virágos. Már ősről ismerte azt a helyzetet, amit ma már egyébként az ilyen köztudomású tényként szoktunk emlegetni, hogy a Budapest útjai megjelenő forgalom mintegy fele az agglomerációból érkezik, ergo, hogyha a tömegközlekedésre javulna az agglomerációban, akkor ezen az autók száma vélhetően csökkenne, mert az emberek nem hülyék, és hogyha egy kényelmes és gyors évvel bejutnak a városba, akkor nem feltétlenül akarnak a dolgokban ülni a városhatárban. De hát aztán ugye nem teljesen elválasztható módon Lázár János regnálásával végülis Vitézi Dávid elkerült a BKK eléről, és ezzel egy mozdulattal estek azok a tervek. Én úgy tudom, hogy most nagyjából minden a fiókba került. És ez nem csak szentendrei specifikus probléma. Ugyanez van Szigetszentmiklóson, ugyanez van Gödöllőn, ez van Fóton, Dunakeszin, tehát ez az összes agglomerációs településre érvényes, még arra is, ahol mondjuk nincs kötött pályás, nem tudom, Pilis felé, tehát hogy Sóly már meg Üröm, de az agglomerációs közlekedési problémák az mindenütt gond. Zárójelként ugyanilyen gondokkal, hogy Szeged vagy Győr, azoknak is van agglomeráció, csak sokkal kisebb az a Győr, de ugyanúgy vannak ilyen agglomerációs problémák, nem véletlenül adták át Szeged és Hódmezővásárhely között a Tram Train-t, mert hogy... Villamosvonalat? Hát igen, ezt a bizonyos villamosvonalat, mert ugye tulajdonképpen Szeged meg Hódmezővásárhely egy ilyen... Ez a Hódmezővásárhely nyilván meg se tűnő, de annak van egy ilyen agglomerációs jellege azért, meg az ingázós jellege. Szóval, hogy ezek nem véletlenül fontos infra beruházások. Kicsit átmennék az ingatlanos részre, segítsetek nekem abban is. Volt egy ilyen... évet nem tudnék mondani, ezek a tanya törvényre. Amikor úgy változtatták meg a jogszabályt, az építési szabályokat, nem akarok veled vitatkozni, de hogy én arra gondolok, amikor úgy akarták átírni, írták is át, bocsánat, az építési szabályokat, hogy egy tanyának el 30%-os beépíthetőséget is el lehetett érni elméletileg. Igen, ez most volt, mert most foglalkoztam vele sokat. Nagyon pró vagyok benne. Na, nagyon jó. Akkor majd mesélj nekünk el, kérlek. Mert hogy nem, hanem hogy ugye Szentendre erre egy olyan reakciót tett, hogy változtatási tilalmat jelentett be a mezőgazdasági területekre. Csak az elmondod a hallgatóknak, hogy ez hogy is van pontosan? Az van, hogy senki nem érti, hogy miért ilyen out of the blue jött egy olyan rendelet, hogy a mezőgazdasági külterületen tanyává lehet minősíteni a telket, ha minimum 1500 négyzetméter és maximum 10 000, és állattartás és vagy növénytermesztés folyik a területen. Ezeknek a területeknek beépítettsége az gyakorlatilag nincsen, ugye kivéve az átkerteknél. Ez az új jogszabály viszont lehetővé teszi azt, hogy akár 30%-ot elérően is be lehessen, tehát épületet lehessen felhúzni, ami
részben lehet lakhatás céljára is szolgáló épület, illetve, ami nagyon furcsa, hogy vendéglátóipari egységet is lehet a mezőgazdasági külterületre rakni. Ezt én tudom értelmezni, igen, bocsánat, mondtam. Igen, tehát, hogy, és ez korábban, tehát most azon van a vita, gyakorlatilag ez a jogszabály létezik, viszont nem nagyon tudnak élni vele azok, akik szeretnék tanyává minősíteni ezeket az ingatlanokat, meg külterület, vagy telkeket, mert a tanyasi terület az egy olyan fogalom, aminek ugye Magyarország bizonyos részei vannak, az Pest megyében, nem tudom, Cegléd környékén vannak ilyenek, Fecentendre az nem tartozik ebbe a tanyasi területes területre. És most az építészkamara pingpongozik a jogalkotóval, hogy pontosan mire gondoltak, hogyan kell egyáltalán átminősítetni, milyen jogszabály vonatkozik rá. A képviselőtestületnek előtte át kellett tanyás területté minősíteni ezeket a területeket, úgyhogy én úgy tudom, hogy bár érdeklődés van rá, gyakorlatban még nem lett tanyává minősítve itt a környéken semmi. Ezt az éttermes jogot én ezt értem, szerintem a Félner abban utazik, hogy ilyen mindenféle éttermeket hoznak létre Balatonfelvidéken. Amik ugye külterületen vannak, mezőgazdasági célú, hiszen borászat, meg szőlők vannak ott. Ugye mindenki arról álmodozik, hogy a szőlő tetején, ott a hely tetején egyébként van egy ilyen nagyon rusztikus, nagyon magas minőségű high-end étterme. Szerintem ez erről szól. Nem tudom, komolyan senki nem tudja. Tehát az tényleg senkinek tippje nem volt, az volt nyilván a legjobb tipp, hogy valakinek erre nagyon szüksége igen, volt, igen, és igen. Jött egy ilyen jogszabályváltoztatás, hát a fél kormánynak Szentgyörgyhegy. Én nem tudtam, hogy Szentgyörgyhegyből is ilyen ner Szentgyörgyhegy lett. A legdrágább, ott én ott voltam egy ilyen étteremben éjszaka, én akkor kicsit lesápadtam, amikor megtudtam, hogy mennyi... Mennyire itt ad a bubis? Igen, de tényleg, tehát, hogy tulajdonképpen mennyit fogok azért fizetni, mert a feleségem 3 decim fehér bort akartott inni. Tehát, hogy igen, tehát ott a világ legdrágább éttermei vannak Magyarországon, Szentgyörgyhegyen. Tényleg a kompletner, a Tiborcostú, Valgéritostú mindenkinek ott vannak mindenféle ilyen kis bizniszei. Utána nézek. Megint nem tartozik ide, csak így eszembe jutott, mert ez egy ilyen szabad asszociációs játék, hogy a minap hallgattam egy podcastot, amiben arról volt szó, hogy hogyan építesz magadnak működő vállalkozást, és az egyik ilyen példa az a kávézó volt, ami ugye összevethető ezzel a vendéglátással, ha úgy tetszik, és azt mondta a szakember, hogy az a baj ezzel a szegmenssel, hogy egy csomóan hobbiból csinálják. Tehát, hogy nem zavarja őket, hogyha bukta az egész, és gyanítom, hogy ezek az éttermek. Viszont, hogy egyik szavarat a másikban ne öltsed, még egy ilyen infrastruktúrális beruházásról tudok, és egyébként többről nem is, ez kerékpáros infrastruktúra, ami egyébként most zajlik, tehát a Bükkös patak mentén. Szerintem kb. Ennyi volt az elmúlt 6 évben. Nem lehet kerékpár, nem út, hanem mi lehet vonal, sáv. Mit festettek fel az hol? Rémálom a 11-esen? Hát az nem rémálom, és az még előtte volt. Az még előtte volt. Szerintem se rémálom, hiszen én ma is bicikliztem a 11-esen. Én egy picit visszaugornék még a szájabbra ezt, és igazából segítségeteket kérem, igen. Hogy segítsetek el nekem megérteni. Ugye arról volt szó, hogy ott elbukta az önkormányzat ezeket a pereket, és a szájabb igazából a zöld lámpát kapott arra, hogy fölépítse. Senki nem fogja tudni, hogy miről perek. Beszélsz így. És tett kontextusban Zoltán. Igen, bocsánat. Tehát ugye azt talán minden hallgató emlékszik rá, amikor megérkezett végre a 11-es. Senki nem emlékszik. Jobb kész, fele volt egy kaszinó. A kaszinóra senki sem emlékszik, tényleg. Mert az én gyerekkoromban is benne volt. Állítólag nagyon menő technobulik voltak ott a 80-as, 90-es években. Na mindegy. Makovec Imre csak, hogy hallgatunk. Makovec Imre készítette az épületet, igen, így van, pontosan. Hú, de hát azt inkább valaki mesél, aki jobban képben van. Én odáig akarok eljutni ebben igen, a történetben. Igen, mit akarsz? Hogy ezt akarom elmondani. Elmondom. Hogy úgy emlékszem, hogy ott lehetett volna, meg megszületett volna ez a bizonyos irodaépület. Ennek ellenére ott most még mindig csak egy parkoló van, meg befejezték most már a gátat, de mint hogyha senki nem akarna odaépíteni semmit. Mi történt? Elmondom, hogy én mit tudok erről. Tehát van egy ingatlan, amit megszerzett egy helyi vállalkozó, egyébként egy jól menő vállalkozó. A Dunapart. Ez a Dunaparton van, egy strand, egy zöldövezettel határos ingatlan, és ő ott kitalálta, hogy irodaépületet fog fölhúzni, két nagy irodaépület
megtervezte. Ez a jól menő vállalkozó, ez Magyarország egyik legnagyobb energiakereskedelmi így cége, van. Azért ezt tegyük hozzá. Tehát a jól menő vállalkozó meg a szájában az két kategória nekem. Csak mondom. Akkor nem jól menő, azt akarod mondani, vagy pedig... Nem, hogy ezért nagyon-nagyon jól menő. Magasabb, mint a jól menő vállalkozó. Ja, értem. Hogy... A jól menő vállalkozó, ez a butikus. Jó, értem, tehát eufemisztikus volt, tehát nagyon finoman fogalmaztam a rúta. Fogalmazhattam volna úgy is, hogy a garancsiféle gázbiznisz egyik kulcsfigurája, vagy kulcscége volt annak idején, vagy talán most is, az nem tudom, mert most általában nem annyira jól megy a cégnek. Na mindegy. Szóval ez a... Egyébként szentterei vállalkozó. Akkor ezért nincs ott irodaház, itt válasz. Ezt az ingatlan megszerezte, és ott irodaépületeket akart húzni. Elég sok civil elkezdett mozgolódni, támadták, de közben az akkori önkormányzat megkötötte a szerződéseket, elfogadta a testület többsége az átminősítés, és a többi, és a többi. És amikor váltás történt, az új önkormányzat ugyan ki akart belőle ugrani, de nem tudott belőle kiugrani, mert hogy a szerződések kötik az önkormányzatot, tehát kiszállhat belőle, csak akkor nagyon sok pénzt kell kártérítésként fizetnie ennek a vállalkozónak. És egyébként ez tulajdonképpen hát normális, azért mert politikai széljárás változik, attól még a szerződések érvényben vannak. Ennek a politikai részeit lehetne külön elemezni, de ez szerintem ez most nem lényeges. Én ott úgy tudom, de nem biztos, hogy igazamban, én úgy tudom, hogy azért nem épült még meg, mert közben az ingatlanpiac Magyarországon annyit változott, hogy nem igazán éri meg most megépíteni az ilyen irodaházat, nem lehetne kihasználni, nem lehetne annyiért bérbe adni, nem lenne akkora kereset a benne lévő irodákra. Tehát, hogy én így tudom, hogy ezért nem épült tartalmas. Még meg, de bármikor megépülhet, és én úgy tudom, hogy most is éppen fontolgatják, hogy lehet, hogy most már változott annyit megint az ingatlan piac, hogy talán most érdemes lenne megépíteni. Tehát, hogy bármikor odaépülhet, csak ezt akarom mondani. Egyrészt egyébként ezért vesztes a Szentendre ennek a történetnek, másrészt meg azért, mert a cég gyakorlatilag elintézte azt, hogy ne ide fizesse a helyi adóját. Te azt tudod, hogy intézte el? Igen, azt hiszem lehetősége van, hogyha több telephelye van, vagy több valami ilyesmi, akkor azt célzottan fizetni, és kiadni belőle a várost. Igen, de nem akarok, tehát ez egy ilyen csak dereng valamit, tehát nem akarok hülyeséget mondani. Én pontosan nem tudom, azért kérdeztelek meg, azt viszont tudjuk, hogy minden magyarországi cég úgy adózik, hogyha több telephely van, hogy be kell jelenteni a NAV-nál, és az a perzolása nyilván a helyi önkormányzatnak is, hogy milyen arányban osztja meg a telephelyei között a bevételeket, és ez alapján hogyan adózik. És te nem kamuszhatsz, tehát hogyha neked egy nagy gyártó ipari teleped van mondjuk a Újpesten, ami egyébként ténylegesen a bevételét 90%-at hozza, és egy pici faluban van az irodában két könyvelőd, akkor nem mondhatod, hogy a pici faluban történik tehát ott realizálod a bevételek 100%-et, és akkor a falunak adózza. Tehát ilyet nem lehet, mert a NAV elvileg ezeket ellenőrzi, és ha hazudsz, akkor megbüntetnek, és egyébként önhatalmul azt mondja a NAV, hogy már pedig Újpestnek kell adóznod a 90%-át. Tehát, hogy nem lehet nagyot kamúzni. Ha 8 telephelyed van, akkor 8-ról kell neked megmondanod, hogy hogyan osztod el, de van benne valami pici játéktér, én nem hiszem, hogy a szájában ez a cég kamuzik, de azt nem, el tudom, egyáltalán nem ezt, azt el tudom képzelni, hogy valóban úgy jelentették le, hogy itt alig van tevékenysége, és valahol máshol pedig azt mondják, hogy ott zajlik a tevékenység, és ezt lehet, hogy valóban így van, nem tudom, én szerintem itt csak egy irodaházuk van, és tényleg semmiből nem áll átköltözteti 10 embert, akik egyébként ezt ők ugye gázkereskedők, meg ilyen energiakereskedők, az e-mailezésből áll az élet, gondolom. Tehát, hogy... És ott csinálod, ahol akarod, igen. Hát igen. Tehát, és innentől kezdve mondja meg annak, hogy te hazudsz, vagy nem hazudsz. Tehát, hogy én ezt kb. Így képzelem el. Korábban a Szájeb adózott Szentendrének emlékeim szerint sok 100 millió forintot évente, most meg ez mennyi? Nulla? Szerintem nulla. Na. Tehát, hogy ezzel... Többszörösen vesztes ebből a sztoriból az önkormányzat, pedig nem gondolom, hogy ők a hunyók ebbe a történetbe. Akartok még mármint az önkormányzat, hogy nem az önkormányzat a hunyó. Igen, hogy nem az önkormányzat a hunyó, mert ők csak készen kaptak. Hát és az is fontos, hogy azt viszont nem szabad megengedni, hogy egy önkormányzatot, egy cég legyen az akár mekkora, zsaroljon. Tehát az nem megengedhető, az nem is demokratikus, összintén szólva. Főleg, hogyha választók valamire adnak felhatalmazást, és annak idején a szentendrei választók azért arra adtak meg hatalmazást, hogy mondjuk ez az irodaház, ott ez a zöld területtől egy köpésre, amit szó szerint egy köpésért, tehát egy méterre, ne épüljön meg két irodaház.
Akartok-e még beszélni? Szerintem a kevés sikerprojektek egyikéről, amikor is a Volsz szovjetoknak a területén lévő mérgezett földnek a cseréje vagy mentesítése az végül lezárult. És én bevallom, hogy nem tudom, hogy annak most ott hogyan tovább, hogy ott kié most a terület. Állam. Aha. Magyar állam a tulajdonosa, vagyonkezelő gazdálkodik vele, és üresen áll. És most fejezték be valamikor októberben, nem? Itt szegedi cég. Mindenféle pletykák vannak arra vonatkozóan, igen. Én úgy tudom, hogy októberben. De hogy hogyan fog hasznosulni arra valami mindenféle pletykák? Helyezzük kontextusba ezt a szorít is a hallgatóknak. Egy alig 30 éves pertörténet, amikor kettő percben. Nem, én kettő mondatból össze fogom foglalni. Ez egy, ahogy mondtad, volt laktanya területe Szentendre határában. Ez szerintem a legértékesebb terület most Szentendén, mert Dunaparton van elég hosszan, beépítetlen. Azért kellett kármentesíteni, mert annak idején itt mosták a tankokat, és itt még egyéb ilyen tevékenységeket is végeztek, például az ICO, emlékeztek rá az ICO tornakra? Az ICO Signetta gyártási folyamata során is volt valami olyan vegyi anyag, amit egyébként ott mostak bele. De mi az, hogy emlékeztek? Pomás siker cégéről beszélsz, okay. Ne haragudjál. Igen. És ott van az ipartelepen. Tehát több ilyen szennyező forrás is volt, ami évtizedeken keresztül elszennyezte a talajt. A rendszerváltás után ez Göncz Árpád felesége kapta meg ezt az ő alapítványa. Kérte, szerezte meg magának, hogy itt rák... Rákutatás. Rákkórházi tevékenységet. Tehát egy onkológiai központtal szeretek mondani. Ez ráadásul gyermekonkológiai emlékeim szerint. No mindegy, ez egy év után, vagy két év után bebukott, és onnantól kezdve elindult egy három oldalú vita és per, tehát a rákellenes alapítvány, a Szentendre városa és a belügyminisztérium pereskedtek egymással. Én emlékezem, hogy háromszor indult újra úgy a per, hogy volt, amikor harmadik fokra is eljutott, de valóban két évvel ezelőtt jogerősen is elvesztette, vagy megnyerte attól függetlenül, hogy honnan nézzük, az állami lett végül ez az ingatlan, és mivel folyamatosan mérték a talajnak a szennyezettségét, és itt csápos kutak vannak, ezért folyamatosan lehetett tudni, hogy a talajban lévő szennyező anyag ilyen felhőszerűen folyamatosan diffúzál, vagy diffundál, hogy mondjam, halad, tehát megy előre a talajban, és újabb kutakat kellett az elmúlt évtizedekben elzárni, mert hogy az ivóvíz kutakat elszennyezte. Tehát nem lehetett tovább várni azzal, hogy kármentesítsék itt a talajt, és politika ide-oda, tehát ez volt ebben mindenféle megszólalás az elmúlt 3-4 évben, ezek jogosak voltak, ellenzéki szereplők tolták azt, hogy igenis az államnak itt helye van, főleg miután Baranyi Kriszta elérte Ferencvárosban, hogy az illatos úti telep helyett végül Grabancon fogta Orbán Viktort, földre teperte, és megtaposta, és szó szerint, és ezért Orbán Viktor eldöntötte, hogy igen, ott az illatos úton ott kármentesítenek, hasonló módon álltak itt ez ügyben is, bele politikusok, és végül a kormány eldöntötte, hogy igen, kifizetik, és ez ezek szerint idén októberben ez megtörtént, ez a kármentesítés. Én úgy tudom, hogy igen. Igen, és hogy mit fog az állam csinálni, ez egy nagyon jó kérdés, visszakanyarodva oda, hogy ez mennyire iszonyúan értékes telek. Elképesztően értékes telek. A legutolsó pletyka, amit eddig hallottam, és dobtam egy hátast, no. Az az anódgyár. Szerintem itt nagyon luxus hotel. Kedves vagy kedvetlen Facebook kommentelőknek ez egy ilyen, én is már többször láttam ezt így leírva, ezek ilyen oda csapkodása a fideszes kommentelőnek kb. Tehát ez a színvonal. Jó, én okay. Ide vagy lakóparkot, vagy luxus hotel tudok elképzelni, mint ötletet, hogyha... Megjegyzem, hogy ez a terület egyébként Szentendre legértékesebb óriás plakátja mögött terül el. Mert az összes pomászi, amikor megérkezik a csomópontba, amikor szemben az éppen aktuális. Azt hiszem, hogy egyik olyas plakát volt, amit talán még a Fidesz is elég nehezen szerzett meg arra a rövid időre, amik kampány volt. Szóval, hogy mi lesz vele, az egy jó kérdés, de hát az állami, úgyhogy akár katonai akadémia. Bár az már van. Átköltözik a katonai akadémia. Oda költöztetik a lepukkant mentőállomást, meg a rendőrséget. Ez tetszik, ez az ötlet. Meg mondjuk oda lehetne költöztetni a szakrendelőt is, na? Ez valószínűleg, ez
valószínűleg biztosan nem fog megvalósulni, de álmodni. Szakrendelő. Vadonatúj épülete van a szakrendelő. De a szakrendelő kicsi, és nem elég. Nem férnek ebben az autók. Kisváros, kis szakrendelő. Az biztos, egész, 90 ezer ember tartozik egész járás el. Az biztos, hogy építeni kell, mert abban van a pénz. Tehát a betonban van a pénz. De előtte bontani is kell. Bontani is kell. Mit kell bontani? Hát alá a rég laktanja üres épületei. Tele vannak a... Ja. Szerintem egy csomó paintball rajongó teljesen szomorú lesz, hogyha ott megkezdődik a bontás. És képzétek el, ha már itt csacsogunk, meg csapunk, de ugye lassan lekerekítjük itt van. A hát azért még van egy téma ennek a végére, a keret másik fele, amit beszegettél. Én ott voltam színház eladásban is, képzeljétek el. Vagy színház eladást láttam ezen a katonai volt laktanya területén. Akkor, amikor még Magyarországon rendezett a Schilling Árpád, és ez nem most volt, szerintem 15 évvel ezelőtt volt, akkor az egyik krétakör darabot nyáron idehozta ki, és akkor ugye a nézők az egyik ilyen lepukkant... Na, itt a zsámbékon is csinálták, ez nem olyan menő így. Igen. De jaj, dehogy nem menő. Zsámbékon is menő volt, meg itt is menő volt. A hallgatóink még mindig nem tudják, hogy mi lehetett ez, de te már levont. Jó, az mondjad, bocsánat. Mindegy, csak annyit akartam volna mondani, hogy a nézőközönség, mi ott ültünk egy rögtönzött színpadon szembe ezekkel a lepattant blokkházakkal, vagy mi lakótelepi házakkal, amik ilyen háromemeletesnek képzeljétek el, de már akkor minden ablak ki volt törve, nyilván van. Hát, és ez kívül egy tipikus orosz laktanya bárhol az országban. Csak 30 éve nem jut hozzá, csak is mindegy szét van törve, és szét van paintballozva. És a színészek, tehát meg volt ilyen óriási reflektorokkal világítva, és akkor a színészek, már nem emlékszem, mely darabot adták el, de ezekben az ablakokba lógtak, meg kötélen is kiugrottak, tehát hogy alapin technikával, szóval én ezt imádtam, még ilyen is volt ott, kultúra is volt ott, nem csak kis katonák. Hát az utolsó témát még azért idehoznám, amit már itt közben megpróbáltad egyszer bedobni, de akkor még eltereltelek benneteket mindenféle ingatlan panamákkal. Hogy ugye 17-ben így kezdődött a történet, ezt a bizonyos kerékpáros vekop pályázatot. Ezt nem beszéltük végig. Nem, én csak elmondom, mi a vekopnak a megfejtése. Így van, ez végig is egy elég hosszú utat járt be. Megnyerték a pályázatot, 18-ból elkészültek a tervek, aztán beütött a Covid, ott a Covid alatt megállt az élet, senki sem akart semmit sem megvalósítani. Közben lett egy kis infláció, aminek a következményeképpen hirtelen elkezdett hiányozni a szükséges beruházási költség fele. Hát meg az építőanyagot is. Elinfláltuk. Hát azt tekintsük az infláció. Ja, jó. De egyik elemének, hogy drágultak az építőanyagok, úgyhogy az eredetileg 300 valahány millióra tagsált beruházás most már valami 620 körül jár. 700, nem? Mindegy. Azt mondom, hogy 600 valamennyi a támogatás, ugye, ami egyrészt az állam inflációs kiegészítő csomagja, másrészt az eredeti vekop pályázat, és akkor van egy olyan rész, azt hiszem az 35 millió forint körüli összeg, amit az önkormányzat tesz bele ebbe. És ugye ez a bizonyos kiegészítő pénz, ami az infláció miatt kellett még hozzá, az most májusban, ha jól emlékszem, májusban érkezett meg talán a város számlájára. És az eredeti vekop pályázatban egy 2023. november 8-ai, nem, no, bocsánat, november. December 31-i határidő szerepel, de az építésre vonatkozóan. December 31-ig kell számolni, így van. Igen. Van, úgyhogy ők most lóhalálában nekiálltak megvalósítani ezeket a terveket, amik mondom 18-ban készültek, és így tovább. És azért érdekes, mert ugye soroltuk egy csomó projektet, ami igazából nem valósult meg, és általában a kormány lehúzta, vagy és van egy projekt, ami lehet, hogy és szinte biztos, hogy meg fog valósulni. Csak ezért hát sőt, már részben ugye meg is valósult, bizonyos szakaszokat már felújítottak, egy új kis kerékpáros hídnak gyalogos hídnak az építkezése is elkezdődött, ami aztán majd biztos itt szó lesz róla, de egy elég komoly környezet átalakítással, egyesek szerint károsítással jár, illetve más szakaszokon pedig ugye a Magyarországon legolcsóbb kerékpáros infrastruktúra építést alkalmazták, ugye a kerékpáros nyom felfestését a megmérvő útburkolatra. Kerékpáros nyom, az tulajdonképpen az a két darab sárga színű házikó tető. Igen, egy kerékpárral, ami az út szélére szoktak felfesteni, az jelezve, hogy ott kerékpárosra lehet számítani, és kerékpáros számára meg egy kijelölve az útvonalat. És valóban ilyen módon összekötötték a hívmegállót a lakótelepre, illetve a Móri Zsigmond gimnáziummal, ahol szintén egy rövid szakaszot egyébként lebetonoztak abból a célból, hogy na, summarum, viszont most baj van, vagy hát nem tudom, esemény van, mert egy civil társulat, aki Zöld Szentendre néven írta alá az első nyílt levelet, az kicsit kiborította a bülit,
mert hogy hát az építkezés grandiózusabb lett, mint azt a lakók gondolták volna, és sokkal több beton elhelyezés, vagy aszfalt elhelyezésével jár, mint azt az egyébként nagyon hangulatos és eredeti patakparti nyomvonal korábban tartalmazott, és ebből most mindenféle felzúdulások vannak. Nem tudom, szerintem az áron tud arról mesélni, hogy hogyan kezdődhetett el ez a történet. Hogyan kezdődött a felzúdulás? Jaj, nem tudom, még akarunk-e egy órát erről beszélni, vagy sem, attól tartok, hogy nem. Csak nagyon röviden annyit elmondanék, hogy igen, ez egy nehéz helyzet, hiszen a kerékpáros infrastruktúra az ideig is arról beszéltünk, hogy ez mennyire jó és mennyire fontos. Az a kérdés, hogy ez mindent fölülír-e a kerékpáros infrastruktúra, vagy nem, vagy sem. Nem minden hallgatónk tudja, úgyhogy azt azért elmondanám, hogy a Bükköspatak, amiről itt beszélünk, az lényegében Magyarország egyik utolsó olyan városi patak szakasza, tényleg nem lehet elégszer hangsúlyozni, ami a több mint a város felé úgy jön be, hogy ilyen vadregényes, szabályozatlan vonalon tud jönni, miközben mind a két oldalán lehet sétálni, és tocsogni is lehet a patakban, tehát így képzeljétek el, és egészen a 60-as évekig az egész szakasz ugyanilyen volt, valamikor a 60-as években döntött az akkori tanács, hogy legalább az akkor már kijelölt nyomvonalig, vagyis a 11-es útig megépítik a Duna és a 11-es között, hogy betonvályóba terelik. Ugye ma már minden környezeti szakember, nem tudom, hogy hívják ezeket az embereket, környezetmérnökök mondják, hogy igazából hiba betonvályukba kényszeríteni ezeket a természetes lefolyásokat. Szóval ez egyik utolsó ilyen városi patak. És most ez kerül nem teljesen bevályúzva, ez nem igaz, de olyan műszaki megoldások járulékos módon a bicikli út és nyomvonal építése mellett olyan súlyos beavatkozások történnek, amik tényleg komolyan megváltoztatják ennek a pataknak a hangulatát, és többek között, ahol azt a hidat építették, ott egy olyan égerligetet vágtak gyakorlatilag tarra, ami tök fölösleges volt kivágni, tehát ez senki nem, tehát ugye ez nem kellett volna, hogy kivágják. És elég sok civil ezen nagyon fölhergelődött, ennek a sok-sok lágazását azt most én nem kezdeném el sorolni. Most már ott tartunk egy másfél-két héttel később, hogy úgy néz ki, hogy a civilek szerint akár jogellenes is ez az egész tevékenység. Most ebben nem menjünk bele, hogy pontosan miért, akit érdekel, ott lesz a show notes-ban a különféle linkek. De szerintem az igazi kérdés az, hogy infrastruktúrát építeni azt minden áron kell-e, vagy sem, és időben megtörténik-e a lakosságnak a bevonása ebbe az egész történetben, és valóban nem overkill-e különféle műszaki megoldásokat hozni. Tehát itt értsék a hallgatóink, hogyha ideig volt egy másfél méter, vagy mondjuk két méter széles, igen, tördezett rossz minőségű aszfalt, vagy döngölt földút, és helyette lesz egy 3,25 méter széles út, ami 5 métereket van valami fajta tábla odarakva, és még szalagkorlát van építve, mindez egy olyan helyen, ahol előtte tényleg árnyas, vadregényes, bükkös patak folyt, szóval, hogy ez nem overkill-e. Az overkill, mint ezt kell magyarul? Túlzás. Túlzás magyarul. Oké, okay, köszönöm. Tehát, hogy ez műszakilag erősen túlzásnak tűnik nekem, és még sokak szerint, és ezt egyszerűen elrontották. Tehát azoknak, akik ez a felelőssége lett volna az önkormányzat részéről, hogy ezzel a projekttel szakszerűen gondoskodva dolgozzanak, ezt elrontották. Hadd mondjak egy olyan dolgot, ami szerintem az egészet jellemzi, az egész momentumát. Van olyan ebben a zöld civil társulatban olyan ember, aki ehhez piszkosul érte az egész dologhoz. A Szentendrei zöldreferensnek hívják? Hogy hívják a... Igen. Zöldreferens nem meri fölvenni neki a telefon, mert nem tud a szemébe nézni. Ezt így értsétek jól, mikrofonon kívül, a kamerán kívül mondta el. Nem mer a szemébe nézni, mert pontosan tudja az zöldreferens, hogy az egész, ami történik, az gáz. De nem tud mit csinálni, ez a direktíva, ki van adva, ezt végig kell tolni, ezt a projektet. Én tudom, hogy miért kell végig tolni, azért, mert nincs más sikerprojekt ebben az 5 éves periódusban. Tehát az önkormányzatnak nincs semmilyen. Hát mind mutat fel a választásokra. Hát. És mondom, tehát az a szakember, aki ott van, ő is tudja, hogy gáz, nem tud, tehát ő, hogy ő ezt nem tudja fölvállalni. Én erre mondtam házomból nem neki, hanem amikor hallottam ezt a sztorit, hogy hát ilyenkor kell fölállni, Szevi is fölállt, ti fölálltatok akkor, amikor éreztetek, hogy politikai nyomás van.
Én nem tudom megítélni azt az egy adott embert, hogy ő ezt most megteheti-e családért, tehát ezt nem tudom megítélni, csak mondom, hogy én értem, hogy van egy ilyen feszítő dolog, ő azért nem veszi fel a telefont annak, egyébként jóban vannak és ismerik egymást nagyon régóta, hiszen mindannyian természetvédelemmel foglalkozó szakemberek, ki így, ki úgy, tehát ezek ugye Magyarországon mindenki ismeri egymást, aki egy adott szakmában dolgozik, nem veszi fel a telefont, annyira cikinek érzi ezt az egész sztorit. Csak ezt akartam hozzáfűzni, ezzel szerintem elég jól kontextusban tudtam helyezni egyébként a hallgatóinknak. Több szempontból is szomorúnak tartom ezt a történetet. Az egyik az, hogy kerékpáros infrastruktúra fejlesztésre szánt európai pénzekből egy olyan beruházás valósult meg végül, ami egyfelől kevéssé szolgálja a szentendreiek, Szentendrén belül való kerékpárral közlekedését. Hát valójában nem oldja meg azt, hogy a meg tud közelíteni a lakóhelyedről az intézményeket, a bevásárlóhelyeket, az intermodális központot, amit már nem úgy hívnak. Tehát, hogy nem valójában a kerékpár hálózatnak a megvalósulásához pont egy olyan csatorna kerül kiépítésre, ami a lakók számára kevésbé fontos, szerintem egyébként leginkább megint csak turisztikai haszna van, tehát hogy ezen a csatornán keresztül egy ilyen szép környezetben lehet keresztül kerékpározni Szentendrén, és ad abszurdum mondjuk a Héftől, vagy az Euróvelo 6 Budapest felé érkező szakaszáról eljutni Szentendre, vagy a Visegrádi hegységbe, ugye Dömörkapuhoz, Papréthez akár. De erre tökéletes az a csatorna, de hát ez nem igazából a szentendreieknek a közlekedését szolgálja. Azok a helyiek, akik egyébként kerékpáros útvonalként használták, azok használtak idáig is, tehát a jelenlegi formájában, illetve és azokat a problémákat, amiket a mostani kerékpárút, vagy a kerékpáros nyomvonal mi volt a hordoz magával, mint problémát, például a Szeged utcai átjáró, azok a hibák nem kerültek kijavításra még ebben a beruházásban sem. Szóval, hogy nincs túl sok hozzáadott értéke, miközben ugye kerékpáros célokra adott pénzekről van szó, sőt sokszor kifejezetten autós jellegű, tehát ugye autóút, utca jellegű formációk valósulnak meg, és nem pedig egy ilyen kis dimenziós élhető utcácskák, vagy nem tudom, sárok. Elkövettünk egy hibát, de nem baj, mert nem vagyunk igazából újságírók, de azért ilyenkor kell disclaimer tenni, te a Magyar Kerékpáros Egyesület Szentendrei szervezetének vagy a vezetője. Magyar Kerékpáros Klub Szentendrei szervezetének vagyok a titkára, mert ott nincs vezető. Vagy a titkár, bocsánat. Igen. Én meg az egyike vagyok, aki egyébként az első nyílt levelet én aláírtam. Fun fact, hogy rögtön engem emeltek ki a Szentendre TV-ben, aminek semmi értelme nem volt, de még én is aláírtam, úristen! Jó, de ezt is zárója. Teljesen zárója. Igen, de most ez a disclaimer szempontjából, tehát, hogy de nem akarok erről hosszan, csak hogy ez fontos. Szerintem egyébként rendkívül rossz optikát vet egyébként a magára a kerekperes fejlesztésekre is ez az egész. És hát tovább hergeli a viszonyt a kerékpáros és az autós társadalom, illetve... Hát igen. Én autós is vagyok, meg kerékpáros is vagyok. Igen, meg néha gyaloglok, de azt nagyon ritkán gyaloglok, de még azt is szoktam néha. De nincsen kerékpáros, meg autós emberek. Vannak, akik eszközt választanak. Sőt, én őszintén szóval nincs olyan se, hogy ez nekem épül, én nekem akkor épül valami egy út, amikor arra megyek. Ha nem arra megyek, mert nem arra van dolgom, akkor hiába van tőle 300 méter alább egy biciklút, én nem fogok a biciklútra menni, de itt magammal mondok ellen, mert hogy közben, ha meg anyuka vagyok, aki akarom én az iskolába, én ott inkább választom hosszabb, és egy mondjuk 2 perccel lassabb utat, de tudom, hogy a gyerek biztonságban van, tehát hogy ez persze nem mindenki igaz, mint amit én mondok, de én nekem tökre egy közlekedési eszköz a bicikli, szóval én nyíregyenesen megyek, én arra megyek, amerre dolgom van. Mint hogy te nem rád nézek, így a hallgatóra nézek, hanem te autóval mész, te is egyenesen mész autóval a célod felé, nem kezdesz el. Tehát nem azon, hogy van egy autót, amit körben megépítettek infrastruktúra, és a többi helyen csak gyalog lehet menni a városokba, mert ezt kb. Úgy így képzeljétek el egyébként. Jó, hosszúak lettünk. De még nincs vége. Jézus. Podcast ajánlom. Ki milyen podcastot ajánlna szívesen a hallgatóinknak? Fussátok, én most bicikliztem a múlt hétvégén 400 kilométert, és ez egy elég magányos sport, és az M1-edi után megunja már a saját összes Spotify listáját is. Úgyhogy a zene is. Igen, úgyhogy mégiscsak volt időm podcastot hallgatni. Mik vannak?
És valamiért rákattantam a HVG-re, mert hogy ott vannak kifejezetten jó dolgok. Egyrészt időnként felolvasnak neked cikkeket, amelyet nem kell elolvasnod. Ugye, és azok P-val mögötti cikkek. Nehéz. Ráadásul. Igen. Szombat reggelenként megy ki, 2 vagy 3 cikket szoktak felolvasni, és az a nagyon érdekes benne, hogy a sima HVG-s újságíró olvassa föl, de basszus, olyan a hangja annak a csávónak, és úgy tud beszélni, mintha egy végzett színész lenne. Teljesen rendben van. Elképesztő. Tényleg jó a srác. Igen, ez az egyik, de nem is ezt akartam igazából nektek elmondani, ezt csak úgy kevcsinálóként. És sokáig kerülgettem, mert hogy úgy hívják a podcast, nem tudom, hogy hívják, amikor egy podcast csatornának vannak ilyen alt-podcastjai, arra van valami terminus technikus? Nem. Na mindegy, hogy indítottak egy well-being podcastot, amitől nekem a hátamon az összes szőr felállt. Hogy... Miért te nem akarsz well-being lenni? De abszolút, csak ez olyan, tudod, olyan nagyon-nagyon, nem tudom, nagyon blikkesnek tűnt nekem így a címe alapján. Nem. És aztán végül már annyira untam magam, hogy ó, van rendben, meghallgatom. Most talán magától elhúzott a lejátszó. Ez a 400 km, ez azért kemény volt, ugye? Tehát, hogy ez betett neked ez a 400 km. Tehát, hogy már is meghallgattam volna, igen. És kérdétek, hogy ez jó. Az van, hogy egy csaj csinálja, bocsánat, egy újságíró hölgy csinálja, igen, aki végül is ezt a mostani étkezéssel kapcsolatos témákat járja körül, két-két szakembert hív meg, mindegyik beszélget, és ezt kettőt hallgattam én meg az első két részt, szerintem nincs belőle még több, vagy talán mostanában jöhet ki. És hogy nekem kicsit ilyen, nem mondom, hogy game changer volt, mert nem az van, hogy onnantól kezdve csak répát teszek, meg szerintem kicsit időnként fundamentalisták is voltak benne a megszólalók, de hogy egy nagyon alapos, nagyon körültekintő, nagyon sok szempontból vizsgálja meg hogy amit eszünk, az milyen hatással van a szervezetünkre, milyen hatással van a környezetünkre, milyen hatással van akár az egészségügyön keresztül, akár társadalminak is, de inkább az elejére koncentrál, tehát hogy mitől lesz nekünk jobb. Úgyhogy igazából már csak azért nem eszek kizárólag nyers reszelt répát, mert nem tudom, még vennem kéne répát valahol. Biorépát kell ráadásul venni, mert különösen föl valadva a lecke. Engem milyen jó, hogy megkértem neked, hogy hazafele kaptok biosütőtököt tőlem, úgyhogy itt a nagy alkalom a sütőtököt lehet rácsinálni. Szóval, hogy akit érdekel a téma ilyen nagyon nagy merítésben, annak nagyon szívesen ki az újságíró? Nem tudom. Az újságírókat úgy kezelitek, mintha... De én névten az egyik felolvassa a híreket, nem tudjuk, hogy kicsoda de, a másik. De, akkor én megmondom neked, Bárbel Vilmos. Oké, köszönöm szépen a kollégák a nevében is. Én megkeresem. De közben mondja, Digi, kérlek. Nekem egy új podcast, de kettő új van, de abban az egyiket emeljem ki, amit én most felfedeztem. Kicsit bulváros a címe, az a neve, hogy Story a podcastnak. Nem tudom, ki ismeri és ki nem. Már egyszer ajánlottuk, igen. Már egyszer ajánlottuk? De nem, mondtam, hogy mondjad. Egy történetfejlesztő, aki játékcégeknek és filmstúdióknak dolgozik, ez az ő podcastja, és ahogy a neve is mondja, különböző vendégeivel történeteket mesélnek, és azokat elemzik, illetve az egyik részben a befejezés különbözőségével játszadoztak. Én minden esetben nagy élvezettel hallgattam, tehát az a cím, hogy Story. És ha már behoztad ezt a sztorit, akkor mondjuk el, hogy Lavka Dávid csinálja, Lavka Dávid a Szentendrei. Én őt onnan ismerem, hogy amikor mondjuk én voltam 20 éves, vagy mondjuk 25 éves, akkor ő 14 éves gimnazista volt, amikor a haverjaival itt Szentendrén VHS kamerára egy komplet nagy játékfilmet forgattak, amit be is mutattak a PMK nagy színház tervében a nagy gyöngyvásznon. Nekem van tőle eredeti, utána nyilván kiírták DVD-re, szóval nekem van eredeti, tehát az a film, az a játékfilm nekem megvan eredeti DVD-ben, úgyhogy ő azt hiszem talán alá is írta. Csak hát a Lavka Dávid is most már nem 14, hanem gondolom már 30 fölött van gyereke, és mindenféle iparában dolgozott, mint forgatókönyv, meg sztori fejlesztő, meg szinte filmesként is dolgozott. A sztori fejlesztő fontos személyiség egy forgatókönyv. Igen, és akkor ő elkezdte csinálni ezt a podcastot, én is egy fél évvel ezelőtt fedeztem föl, nagyjából mindegyik adást meghallgattam, van, ami nagyon tetszik, van, ami kevésbé, nem tőle miatt, hanem, tehát, hogy néha a témája miatt. A meghívott nem mindig annyira jó.
legutóbb az Imivel, a kis Imivel, az Unlimited Imivel csináltak interjút, és egyébként, ha valakit érdekel, ő az például a videójátékoknak a sztoriával és annak a narratív építkezéséről csináltak beszélgetést, szóval, hogy egy tök jó. Igen. Úgyhogy a Story Podcastot már csak ezért is ajánljuk egy kicsi szentendrei, egy csipetnyi szentendreiség miatt. De milyen másik podcast, amit ajánlanál? A másik podcast az csak valószínűleg számomra úgy, ugye eddig én két zenei podcastot hallgattam, a Lángoló Gitárokat, illetve az Aftert. Most találtam egy harmadikat, aminek az a neve, hogy Rock Térítő. És, de ez nem egy régi rádió műsor volt? Hát még az is lehet. Hát meg az izének egy Pajor Tamásnak a lemeze. Pajornak a filmje, bocsánat, a filmnek a címe. Igen, 88-as filmnek a címe, a Pajornak. De miért a Wanted podcastot nem hallgatod? Az hiszen én... A Wantedot ritkábban hallgatom valamilyen, nem tudom. Jó. Kétszer-háromszor nekifutottam, és valahogy nem kapott el, talán a készítők miatt, vagy nem tudom. És az izé is van, a Sajónak is van podcastja. Az After. Ja, az After, jó, igen. És a Recorder, az most ugye egy éve nincsen már, de igen, Recorder tehát, is a Recorder az meg nem nagyon... Megszűnt, vagy legalábbis született tartalak, igen. Igen. Szóval milyen ez a Rock Térítő? Hát kicsit olyan, mint az After, ilyen hosszabb beszélgetések vannak. Eddigi kettő, mert én van már egy harmadik. Akkor én mondok még egyet, hogy rakd be magadnak, és próbáld ki. Rich Cast. Én nem tudom, ki ez a Ricsi nevű csávó, ez valami rádiós. Ricskast, így írják. Ő valami Fehér, vagy Pécs, vagy nem tudom, valami városban ő sima rádiós, de ő ez a hobbi projektje, hogy általában metal, meg rock, meg heavy metal, meg doom metal, meg black metal zenekarokkal csinál interjút, és többen belehallgattam, úgyhogy meg is hallgattam, ott maradtam. Wow. És tulajdonképpen tud érdekes lenni, ez az ő hobbi projektje, ahol őt nem kötik a mindenféle rádiós szabályok, meg nem. Tudja, a saját általa kedvelt zenekarokat hívja meg oda beszélgetni. Az augusztusi adás Mátyás Attila 60. születés. Te ismered őt, hogy ki ez a Mátyás Attila? Igen, hogy ő egy pro zenész Magyarországon. Na, Ricskázt, akkor adtam neked még egy tippet, hogy de a Tájkat a Falkkal, tehát a üzével is volt interjú. Ez a te mániád. Hát meg a Digi is mondom. Ezt már háromszor hallottam. Én is nagyon szeretem. Igen, vele is volt itt. De a Mátyás Attila meg a Sex Actionnek volt a sztoposztalja. Na tessék. Tehát, hogy ő egy elég magyar rockart. És ő is 60 éves. Köszönöm a tippet. Igazán nincs mit. Zsuzsa, mit ajánlom? Én most nem tudok semmi újat ajánlani, mert nem volt időm podcast, nem utaztam, és akkor ezért nem hallgattam nagyon podcasteket, le is vagyok maradva. Én hadd ajánljak két podcastot. Az egyik a Fekete Technológia. Most találtam rájuk. Tippeljetek, szerintetek mi lehet a Fekete Technológia? Tehát, hogy milyen? Mesterséges intelligencia. Oké, egy. Hát valami nagyon bűnös dolognak, mint a Dark Web. Nagyon bűnös dolog, Dark Web, te? Afrikai gyémánt bányásznak. Egyik sem close enough, ők két mezőgazdász és talaj. Tehát onnan yes, indulunk, akkor hogy... ez az én projektem. Igen, tehát egy fekete, mint ugye a legjobb talaj is, érted. És nemrég találtam rájuk, a legutolsó adásukban ilyen... Tehát ez két agronómus, egyébként az egyiknek gazdaboltja van, a másik pedig... És én ebben bele is hallgattam. Gazdálkodott talán, vagy valami ilyesmi. És szóval nagyon jó kis műsorokat csinálnak, a legutóbb a különféle ilyen érdekes történetek növényekről, erről szólt az adásuk, és én gyakorlatilag mosolyogva hallgattam végig egy autóvezetős. Mint ahogy mások a macskájukról vagy a kutyájukról beszélnek, úgy ők a... Igen, és néha elengedik magukat, és elkezdik tolni latin, tehát a növények latin nevére, és akkor mondja, hogy ne, várjál, ne veszítsünk el hallgatókat, de a másik leolcsa, hogy nem, mert vannak olyan hallgatók, akik viszont ezt várják el tőlük, hogy nagyon szakmaiak is legyenek, és akkor latin nevüket tolják a növényeknek. Nagyon jó fej, fiatal, talán matén végzett, szóval tök jó arcok csinálják, Fekete Technológia, ez az egyik, amit ajánlok. És a másik, az pedig a Szamárpad című. Azt már ajánlottuk. Azt már ajánlottuk? Igen, de nem baj, mondd végig. Tilos Rádiónak egy műsora, de a műsorvezető fölrakja külön podcastként is a két hetente műsorát, és az van, hogy eléggé egyoldalúba vált a műsor mostanában, ugyanis elég sokat foglalkozik az ukrajnai háborúval. Mindig szakértőket, vagy olyan újságírót hív meg, aki nagyon-nagyon mélyen beleássa magát napi szinten az ukrajnai háborúba. Sőt, most már először kísérleteztek azzal, hogy élőben vették fel az adást úgy, hogy videó kapcsolattal, és a egymásnak számítógépen még mutogatták, és amit itt térképeket magyaráztak, és élőben lehetett kérdezni is, tehát hogy csináltak egy valami roomot, tehát valami szobát, valami chat szobát, és akkor ott lehetett tőlük kérdezgetni.
Például a legutolsó adásban a Kaiser Ferenc volt a vendégük, aki ráadásul olyan szakértő, aki hat tudományi szakértő, és egészen félmetesen okos dolgokat tud mondani az ukrajnai háborúval, és félek attól, hogy ez a keretes szerkezet legyen a műsorunknak, hogy azzal, hogy ez a még nem tudjuk mennyi ideig tartó izraeli, nem tudom mi ez, háború, honvédő, az is honvédő háború, nem tudom, szóval hogy az izraeli, nem merem konfliktusnak mondani, annál több, szóval ez a háború, ami most kipattant, és sajnos attól tartok, hogy ennek a bizonyos Szamárpad War Roomnak, így hívják most ezt a podcast sorozatot, hogy sajnos... Az egyik, most van egy ilyen aggodalom is, hogy az Izraelben kipattant háború el fogja venni a figyelmet az ukrán háborúról. És ez óhatatlanul lesz, be fog következni. Igen, és hogy ez milyen hatással lesz vajon ezekre a konfliktusokra. Ez be fog következni, és csak szörmentén megemlítem, hogy két olyan podcast is van, amiben rendszeresen, tehát minden héten jelentkezik a hogy hívják azt a kopasz csávót, aki ilyen... Tarjányi Péter. Tehát látod, ennyiből tudja. A Tarjányi Péter jelenik meg szakértőként, az ATV-nek van egy ilyen műsor, talán Ostromnak hívek, és az Index is csinál, ami döbbenetes, hogy Indexen ilyen van, de van. És a Tarjányi Péter nagyon mértéktartóan visszafogottan nyilatkozik, beszél és magyarázza el ezt az egész dolgot. Én nem érzek bennem azért propagandát, hanem hogy én azt érzem, hogy teljesen a saját véleményét mondja el. És van egy mondat, ami megfogott, és csak ezt akarom ide idézni, hogy ha egy állam, vagy annak a kormányzata hosszú időn keresztül a háborúra készül, például úgy, hogy indoktrinálja, tehát neveli a gyerekeket, meg háborús propagandával, átneveli a saját lakosságát, akár úgy, hogy nagyon sok fegyverfejlesztésbe és gyártásába fog bele, tehát hogyha egy társadalom elindul ezen az úton, hogy fegyverkezik, akkor az évezredes tapasztalat minden ezzel foglalkozó hat történésznek, hogy abból megkapja az a társadalom a háborúját. Az áramodatnak elég szomorú volt. De fogadjuk el. Hát köszi, ha még itt vagyok. Igen, akkor köszönjük szépen. Aki végig hallgatta... Gyorsan elkérem, csak nagyon gyorsan, hogy már ne utáljatok meg minket ezért a hosszú adásért, hogy léci, lájkoljatok minket, vagy küldjetek üzenetet, vagy kérdezzetek tőlünk. Ajánljátok a podcastunkat, csillaggal, négyel, öttel értékeljetek az adásunkat, hogy csak annál kevesebbet, akkor inkább éljátok meg, hogy mi bajotok van velünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Sziasztok! Aki ezt a mondatot még hallotta, annak e-mailben küldünk egy csokit. Sziasztok! Van egy nép, mi viganten, jó vezérük révén, egy párhuzamos valóságban, Európa szélén. Úgy nyílnak a stadionok, mint vad virág a réten, tanármentős ápolónő együtt halnak éjjel. Szélmalmokkal harcolunk, vesszen az EU-s kvóta, bár a pénzük nélkül egy lámpa vas sem épült 20 év óta. Nyál fröcsögve uszítunk, mert kell az ellenségkép, szétosztjuk a strómanoknak, míg retteg a jó nép. Térdre csuhás ruszkik haza, de mindennek van ára. Párforduló szél kakasként szólít Mári mára. A medve az új messiásunk, nukleáris láncuk. Fényezzük, míg a szomszédunkban járják haláltáncuk. Szép új Kádár rendszerünk adósságban úszik, de nemzeti szín cukormázban a szar is jobban csúszik. Ki nincs velünk, az ellenünk van, nem leszünk mi gyarmat. Harsogják az importbirkák, az ország meghallgat. Kovács Ákos közpénzen téríti a sok hívőt, attól tartok egy rímesem, üti meg a nívőt.
hívőt, nem szponzorál Soros György, ez a magán véleményem. Úgyis jön egy bértról kommentelő, s kiszívja a vén.